és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 16 percet. Jó Isten, gyerekek, hát ennyire dübörög a rádió. Hát milyen jó híres. Negyed hét már. Sőt, mit tudom, elmúlt egy percet. Hello, Jani. Sziasztok. Hello, mindenkinek, itt vagyunk, drága Morning Show hallgatók, újra együtt veletek. Hagyjuk is, hogy milyen időben. Nem kell mindig arról beszélni. Nem? Mindig így indítjuk, hogy mi van, ki esett, nem esett, viha, nem viha. Nem biztos, hogy erről most érdemes. Ezt hallgatjuk két napja, hogy már esik. Tegnap semmi nem volt. Igen, kevés. Legalábbis itt Pesten mindig úgy mondjuk, hogy itt fölöttünk. Ahol mi voltunk, ott semmi nem volt, úgyhogy ma várom az özönvizet. Tessék! Ezt mondják három napja, egy nap alatt le fog esni teljes havicsapadék mennyiség. Most ez nem esett. De ma lesz a legdurvább. Ma nagyon-nagyon durva lesz. Ma fog tetőzni egyébként az ítéletidő, ami az országban nem volt, hál' Istennek. Úgyhogy maradjon csak így. Jó ez nekünk. Mondogassák, majd így jön, van. Ha jönnie kell. Addig jó, amit csak mondják. Jó, egyébként meg a Janival mi ketten szálltunk be a bizniszbe, és vettünk fejenként 10 darab reklámot a reggel 6 órás reklámblokkba, hogy te tudj aludni. Így van, az nagyon jó. Az legalább az 5 perc. Ha fél perc egy reklám, akkor az 10, az 5 perc, igen. Így van, én az időskori elbutulásosat vettem, meg a Feri pedig az új update-et. Így van, illetve a keki ruházatba szálljuk bele, és én magam el nem tudom, miben csak azért. Egyébként tényleg három napja ezzel az özönvízzel riogatnak, úgyhogy most már ezt megvárom. Kíváncsi vagyok, hogy állítólag itt nem tudom hány milliliter csapadék, meg mi lesz, hogy lesz, hát megnézzük. Köszönjük, ne legyen. De az biztos, hogy valami lesz, mert nagyon mondják, tehát meg úgy színem nem fogjuk. Meg az ország bizonyos részén nézegettem, itt ott azért esett, meg lehet, hogy volt valami komoly probléma is, mindegy, itt nem. Most még? Hát ugye, hát aztán ki tudja, hogy mi lesz. Délutánra mondják. Ja, mi újság van? Hát olvasgatom a mai újságokat, na, hogy szakmailag mennyire amatőr vagy, de tényleg, hogy elszóltad magad ezzel. Mámé? Elszólta magát? Elszólta magát. Mert a Serengeti nemzeti parka? A Serengetivel, na most tényleg? Nem is az a lényeg. Egyrészt ezt olvasom. Serengeti, ahol? De higgyel mindent, amit olvasom. Figyeljetek. Én megértettem az ebolát. Én megértem a maláriát. A rohadék éces majmokat. De hogy 14 fajta... Ne üvölts, korra reggel legalább. Igen, légy, köszi. De hogy 14 fajta kígyó közé megyünk, amiből az egyik a fekete mamba. Hogy elmentek ti a sunyásba. Hát ha megyünk, ha oda megyünk, és ha te jössz. Tehát, hogy azért ezek mind opcionálisak, hát tudod? Ki tudja, hogy nem Kenyába megyünk-e, vagy a Serengetibe, vagy Madagaszkára. Tehát, hogy mi van, ha direkt mondtam, hogy ezt most lehozzák, mert megbeszéltem ezt az RTL-re. Értem. Nem lehet tudni. Van, nem tudom, azt kígyó, vagy nincs kígyó? Én ki hát, nem megyek, az biztos. Kígyó az van, csak nem ott, nem olyan, és nem annyi. Igen. Aha, és nem azon a helyen, ahova mi megyünk, és nem azon a helyen, amit ők írnak, de van. Nem mondom most akkor, hol az igazi hely, de majd akkor. Jó. Nincs. Vagy van. Mert lehet, mit írt a fekete mamba, vagy mi? Fekete mamba. Aha. Megnéztem a fekete mamba, tudod mekkora? Pici. A fekete mamba. A fekete mamba. Ja, az a fekete özvegy. 4 méter. Na, de legalább észreveszed. Legalább látod majd, hogyha 6 érdem magasságában van már. Akkor már mindegy. Tényleg nem szép. Ne, ugye? Most nem. Elkerestél a fekete mambára? Ez a Kill Bill-be volt, ez a fekete mamba, az. Ugye? Aha, igen. A Tarantino. De csak fantázia név volt itt, meg a valóság fel. Igen. És az a baj, hogy látom, hogy el sem tudsz előre futni, mert 20 km/h sebességgel tudsz. Én azt nem tudom. Én csak lassan futok. De el tudsz biciklizni előle. Igen, de nincs biciklim, hiszen a bubikat nem viszem ki, pedig van bérletem már. Az is igaz. De bubijóingot? Igen, bubijóingot nem viszem ki. A sajátomat megint nem viszem ki. Tehát ott fogok állni, érted, riadtam, mert rátok nyilván vigyáznak, de a söpredékre, aki mondjuk én vagyok a csapatban, arra már nem jut, és jön a fekete mamba. Ez 4 méter, érted? Tehát kiér a konyháig, meg vissza. Annyi, hogyha levágod a fejét, még vigyázzál a fejével. Így van. Úgy, mint a tegnapi nap. Úgy, mint a tegnapi nap, amiről beszéltünk. Ha éppen mamba kotletet szeretnél készíteni, nagyon óvatosan, jó? Van rezsó szerinted a izében? Ja, és semmi támad a fekete mamba. Na, jó. És ilyen izéért, tehát, hogy na, Feri, ki fogod tudni szúrni egyébként a dolgot, mert a fekete mamba a támadás előtt valaki megszólal idegen nyelven, és bejön valamilyen törzsi ütem, és valamilyen dob. Meg egy effekt. Aha, beszél. Figyelj csak. It's toxic. It's toxic. Jó.
And it's incredibly fast. Hihetetlenül gyors, azt mondja. Hát igen, szóval nem néz ki jól. Nem néz ki jól. De nyugi. Jó? Jó, de nem, nem lesz a Serengetiben, nincs ilyen. Nincs. Csináld azt fel, hogy te pedig legyél hihetetlenül lassú, és akkor elmegy melletted. De nem veszi észre. Igen, ő hihetetlenül gyors, te pedig legyél incredible slow. Jó, köszönöm. Jó, tehát erre figyelj. És mondjam is neki? Tehát mit nem. Azt mondod, azt, hogy a 24-es bungalóban van Balázs. nem engem keresel. Nem én vagyok a te áldozaton. Jó, meg lesz ez a sajtótájékoztató majd jövő héten, és akkor utána már tudunk mi is minden mondani. Addigra mondom neked, tehát tanulmány az egész afrikai térképet, tehát úgy mindent. Ne csak azt, amiről beszéltünk. Én már tudom, hogy hol van a négybetűs hiper, tudom, hogy hol van a sportbolt, tudom, hogy hol van Meki. Hát, hogy... van az is. Végigszed az összes helyet, ahol nem fogunk eljutni. Hallod? Igen. Tehát, hogy olyan messze nincsen tőlünk, járda odafele nincs. Nincsen is. Autóval lehet közlekedni. Világos. Így van. És az autón általában ezek pick-upok és 6-8-an utaznak hátul. Aha. Amelyek, hogy belenének kötve, de ott más szabályok vonatkoznak az utazásokra, meg az utazókra. Jó? Ehető igazából ételek ennyi. Vannak ott? Vagy vannak, persze. Vannak. Mindegy, neked úgy teljesen mindegy, mert az első nap úgyis megvan egy kígyó, és azt a kis időt, amit kim vagy, ezt kórházba töltöd majd. Így van. Miközben keresik az ellenszérumot, hogy folyamatosan. Habzó nyál távozik a testedből, és rángatózó legelő teljesen. Menő. Köszönöm, igen, hogy megnyugtattatok ma is. Egyelőre ezeket a jókat tudjuk mondani. Ruhatsz el, mert meg kell lőjél, tudom. De akkor legalább nem a fekete mamba, mégiscsak jobb. Figyelj, ha vérátömlesztésre kerül, akkor ránk számíthatsz. Inkább a mi vérünket. Az én testemből az kifacsarhatnak valamit, amikor Balázs odaér. Az enyémmel nyilván nem leszel el, csak én az egyik végtagod. Amíg megérkezik, nem lesz gond, hidd el. Semmiféle probléma nem lesz. Jó van, megnyugtattál. Szuper. Átment a vérem egy-két dolgon, de még egy kicsit tudok belőle adni. Mi nem biztos, hogy jó jelsz veled, de van ott már minden. Van ott minden, de egy kicsit tudok neked adni. Jaj, gyerekek, lemaradtam erről a Teliholdról, pedig úgy meg akartam nézni, aztán tegnap este bámultam, de nem láttam semmit. Eltűnt? Elfogyott? Elment? Hát, már csak borús volt az ég? Én Ferihegy irányából láttam elég nagy fényeket, de szerintem az, de az nem az csak volt. A vizergépek voltak, ahogy landoltak. És elvakították. Az Egyptian Air volt, kereste a Ferit, mert ő az van. Igen, nem tudom, most már megnéztem, mikor van, én mert tegnap hallottam egy ilyen elég, vagy olvastam egy elég nagy cikket, hogy milyen hatással van az alvásra a Telihold, ugye? Tehát, hogy nem véletlenül alszunk nyugtalanul, mert a Telihold az mennyit segít, vagy hát éppen árt. Találtam különböző alkalmazásokat, ahol le tud tölteni, hogy éppen milyen hold van. Ebből az alkalmazásból olyan 400-at találtam körülbelül. Igen, de az a baj, hogy elemlámpából, és kicsit tegnap az alkalmazás, elemlámpából olyan 600 alkalmazás. Az nagyon fontos. Csak így elkezdtem, így húztam a képernyőt, és csak így számoltam. Egyszer jól jön egyébként, nekem is van, használom is. Na jó, de egyet letöltesz, de nem. De hogy igen, hogy a többi 599, az minek? Igen, olyan alkalmazások vannak, amikben a Teliholdat mutatja, hogy milyen hold van éppen, apály dagály, ezt mondom, egy 300 alkalmazás körülbelül. Most, ha van 500 alkalmazás elemlámpára, még csinálsz egy 501-et, hogy majd a te elemlámpádat töltik le? Hát, hogy mi az extra, érted? Hogy mit tudsz plusz? Mit tudsz plusz majd nyújtani, mint bekapcsol, kikapcsol, mondjuk van a vészvillogó. Ó, a SOS jelzés a legnagyobb. Persze, hát nekem olyan elemlámpám van. Jó, értem. Stroboszkóp funkció, házi bulira. Stroboszkóp. A buliban SOS jelzés, bekapcsol, kikapcsol, lassan villog. Aha. Ki tud rakni. Állítható fényerő? Az nekem az elemlámpámon nincsen. Ne. De hogy a fenébe tesznek föl 500 arab alkalmazás, nem? És mindez azért marha jó, mert kb. 45 másodperc alatt leszívják az aksiát a telefonnak. Tehát, jó, de addig viszont látsz. Ha igen, hogy utána már se vészjelzés nincsen, se stroboszkóp, se jó buli hangulat, se semmi, és telefonálni se tudsz. Tehát, hogy ezért nagyon jó. Én nagyon szeretem magát az elemlámpa funkciót egyébként, hogy baromi jó. Nekem a gyors menübe ott van, tehát csak így szépen fölhúzod, balra megnyomod, és már... Na, ott neked van ilyen gyors menüt, hogy nem kell kinyitnod a gombot, meg a billentyűzetet, meg semmi, csak gyors menüt földob? Hogyne volna. Tud ilyet? Persze. Nem tudom. Papíron. Nem. Nincsen? De nem. Hogy nem van neki. Na, van neki, tud ez minden. Na mutasd. De nem szoktam használni. Na jó, de hol van, azért meg tudod mutatni, hogy van-e. Ne, hogy ezt szerint blöfféje. Ebben van benne. Na de nem úgy, amit megnyomod, billentyűzá rajta van, és így fölhúzol valamit, és ez mozdult, a bekapcsolod az elemlámpát. Igen, és kisült a szemel. Wi-Fi-t, Bluetooth-t, üzemmódot, ne zavarjanak állás, fényképező, számológép. Ez egy gyors menü. A zenét is mond, azt is tudom. Aha. Igen, és akkor fényképezőbe benne vagy együtt. Tehát nem kell bemenni, beütni, fényképező. Ilyen van neked? Biztos, nem szabad. Akkor nyom meg és húzd föl, vagy lehet. Nézzük már meg, mit tud. Na, várja. Azt mondja, hogy
Bekapcsol. Pinkód 2. Ja, akkor kérdezem én. Igen? A hallgatókat majd megmondják, hogy ilyen van nektek ott az erő másik oldalán? Igen, azt mondja, hogy... Hallod, mint egy papper, úgy kezeled azt a telefont. Igen. Nincsen? Igen. Ne legyél már jó, hogy nincs. Tudom én, de biztos van, de nem használom. Milyen szépen próbál kijönni. Aha, várjál. Aha, igen, igen, ez sem az. Jó. Hát látod, azért ezért. Valuta van. Ez a Tinkok, az Tinkok, érted? Szóval, hogy az Android, az Android. Vetközős póker. Duolingo. OLX. Óriási alkalmazásaid vannak. Lajjátékok. Jó, szóval nincsen gyors menüt. Nincs. A még nincs. Nincs. De én nem vagyok lassú. Érted? Tehát minek egy gyors menjön olyan srácnak, aki iszonyatosan gyors. Aha, és na jó, de nem úgy értem, csak azt hittem, hogy ezt lenyúltátok ne, már hát, tőlünk. Ez a, az a négy funkció, ami engem érdekel, az pont az elején van. Tehát, hogy rákattintok, aztán már látom, mi a helyzet. Mi a helyzet a nagyvilágban használt emeletes hely vonatkozásában. van jó egyébként, használt emeletes hely? Van egyébként, mert hogy ezeknek az internetes piacterületnek is van már saját ilyen kis mobilos applikációjuk, és ezeket így leszoktam töltögetni. Mondjuk én folyamatosan törlésben vagyok, nem töltögetésben, mert hogy egy gyerek egyébként elárasztja mindenféle játékokkal a telefonomat, annak ellenére, hogy neki is van saját telefonja már, tehát hogy arra is töltetne, de mivel azt mondja, hogy annak kicsi a kapacitása, hamar hát megtelik, igen. Ugye, hát érted, hát kénytelen az enyémhez nyúlni, nem? Tök érthető szerintem. Hát érted. Tök érthető. Szüksége van arra a plusz 16 gigára. Vegyél neki azt aha, is. Igen, azt is. Karácsonyra. Azt is, de az is megtelik az a baj, körülbelül egy hét alatt mindenféle ilyen mozgó gifekkel, és akkor utána pedig gyakorlatilag csak az enyém marad, meg az anyjáé, meg bárki más, akihez hozzájut. A gyerek azt fog kapni egyébként, egy külső Winchestert fog kapni karácsonyra. Egy terabájtosat. Van egyébként a Androidon is. Igen? Csak, aha, na igen. Jó van. Igen, írják többen, Niki is elküldte, hogy van Androidra na, is. Na, nagyon jó. Én ezért nem rezdülök nagyon együtt amúgy a technika legújabb vívmányaival, mert még ennek a 3 éves vagy 5 éves telefonnak a funkcióit sem használom ki. Tehát, hogy igazából a különböző funkcióknak a 80%-a az csak akkor értelmes, meg akkor van értelme, hogyha használod is, hogyha élsz vele, de egyébként marhára nem. Na mindegy. Jól van, mi a helyzet a játékunkkal? Ó, hát ez nagyon jól alakul. Hasítunk, ugye? Hasítunk, azt mondjuk 2-1. A héten. De az és még valaminek kell lennie, mert hogy csütörtök van, tehát 2 az kevés. 2-1, de te nyertél 2. És ki volt az egyetlen, aki? János, volt egy gyenge láncem? Hát, 2-1. Igen, kiúszta a játékos, én nagyon helyes. Ez jó. Lion volt, és akkor picit így kiúztuk azt az 1 percet. Hát, ha ma beütjük, akkor ez a hét is. Vagy érdekes, hogy megtesszük a hetet, ahogy szoktuk volt. Vagy hát akkor tudunk izgalmakat generálni magunknak, ha esetleg kihagyjuk a mai napot. Jó, lehet jelentkezni játékra, gyorsan nézzünk egy-két SMS-t, hogy ki mit ír, jó, mi a helyzet koránkelő hallgatóinkkal. Azt mondja, hogy segítek, Bali, tegnap előtt volt telihold. Arra emlékeztem, csak azt hittem, hogy néhány napig tegnap úgy megnéztem volna, tegnap előtt azt emlékszem. Hát annyira felosult, hogy bármi lehetett mögötte. Hello, telihold Balázs, nem láthatsz, szalad gyorsan, néz tükörbe. Üdv Rizzo. Azt mondja, hogy Szegeden éjjel órákig esett, remélem ennyi volt, írja nekünk Ildi. Huiber megy veletek, kérdezi Richeli. Jani, vigyél magad a Afrikába, VD 40-et. Az mindenre jó. Na, hát gyakorlatilag az egyik csodaszerű van szó, persze. Tehát, hogy az igen. Mindenre alkalmas. Direkt nem mondjátok, miért mentek, vagy mit csináltok? Mert így inkább idegesítő, mint izgír, Richeli. Jaj, Richeli, nem kell neked idegeskedni. Te nyugodjál te meg szépen. Semmi, te eleve nem vagy az ideges típus. Gondolom, mennyire idegesedsz. Mennyire vagy ideges. Gondolom, hogy otthon ülsz és remegsz. Jó, itt egy csütörtökön van egy elég nagy sajtája az RTL-nek, és akkor utána már tudunk erről is egy kicsit többet mondani, részleteket és mindenfélét. Addig csak így csöpögtetjük az egy elég akciót. Nagy sajtáj. Egy elég nagy sajtáj, igen. Balázska muzik, én meg tényleg nem tudok róla semmit. Te csak sodrózz, mi? Te csak jössz a kézipodjászomba. Fölülsz a gépre, elszünk, lesz ház, alszunk, megyünk, jövünk, csináljuk. Kis kamion az Árokban, az M5-ösön Pest felé Kecskemétnél. Ez fél hét előtt jött még néhány perccel. Igen. Aztán, micsoda, Pécsváradi és Erdős Mecske között erősen esik. Hát remélem van ilyen, hogy Erdős Mecske. Wow. Igen? Persze. Pécsvárad mellett. Nem messzire. Igen. Bécsben már esik, és innen megy arra, kérdezi. Írja egy hallgató nekünk. Köszönjük szépen. Valaki csak annyit küldött, már csöpög. Aha. Az jó.
Nem tudjuk, hogy hol, de már csöpög. És az eső, vagy... Törölni kell mindenképpen, igen. Vagy vastag a balsó. Mi meglepő, csak 10 percet késnek a vonatok a Cegléd-Szolnok vonalon, ezt pedig Krista küldte nekünk egészen korán, reggel 6 óra után néhány perc. Gyerekek, hát a 10 perc, az konkrétan mondom, az... Semmi, az már dicsérjük meg a mávot, hát hol 10 perc késés, bár csak annyi lenne mindig. Kiszámíthatóan mindig 10 perc késés, nem? De ez csak az ajtóbecsukás. Igen, utána még nincs faleírulás, eső, és elindulás, óvatosan, mert sajtóügyeletes megint ránk tör majd, úgyhogy vigyázz. Egy kedves hallgatónk, nagyon szépen köszönjük, hogy együtt rezdül a műsorral, valamelyik nap küldött a webmailes e-mail fiókunkra egy fotót a németországi vasútvonalak egyik szakaszáról, ahol állítólag ugye a szakértőnk szerint szintén vágják a fákat, na ott nem vágták a fákat, valamiért mégis suhannak a vonatok, biztos azért, hogy még csak véletlenül mert azok se. Műfák, azok nem műfákják a leveleket. Az ott az mindegy díszlet. Rögzített levelekkel? Nem, az egy ilyen kartonlap, ami mellett megy a vonat, ja, és tényleg. Elmegy egy ilyen kartonfal mellett. Falra festett kép? Az egy falra festett kép. Csak jó, sikerült. Igen. Hogy megetették őt is, minket is. Na jó van, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, közben lehet jelentkezni SMS-ben játékra, ha valakinek van kedve, mi pedig jövünk a hírek után. 6 óra múlt 51 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, örvényes belterület Rafia Balatonfüred felől érkezőket mérik Geri a kenyeres. Üzeni Pécsre megyek, az M6-oson szakad az eső, ezt pedig Ani küldte nekünk, mi pedig már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Hello, jó reggelt, Gábor vagyok. Hello, Gábor, honnan írsz minket? Hát éppen Miskolc felé tartok, de Nagykállóból valósi vagyok. Nagykállóból. Hát, az klassz. Kivel szeretnél játszani, Gábor? Mindenki Ferivel, mert számomra ő a legnagyobb arc ilyen szempontból, és tudom, hogy keményen tud harcolni. De drága vagy, nem szeretem ezt a túlhájpolást, mert ha itt bebuksz, akkor az nagyon nagy bukta. Az nagyon, igen. Igen. Jó. Na megnézzük, mire mentek egymással, jó? Jó. Mehetünk? Mehetünk. Jani, 3-2-1 fire. Nagykállóban ismered a Heckmann Tibit? Dehogy ismerem. Nekem régi ismerősöm. Csak azért. Gondoltam, megkérdezem, mi van vele. Kérdezni szeretnél? Nyugodtan kérdez. Akarsz egy játékon belüli játékot játszani? Persze. Nagyon gyorsan kell válaszolnod. Figyelj, mit iszik a tehén? Vizet. Ügyes válasz. Másra gondoltál elsőre? Persze. Gumiabroncsokat szállítasz, jól tudom? Persze, azokat hát szállítok, vásárolok, mert üzletkötő vagyok a Marsok Kft-nél. Vannak színes gumiabroncsok is? Vannak. Egyre többet jelennek. Piros is van? Van. De jó. És viszik mi a cukrot? Hát nem nagyon. Ez nagyon! Yes! Hát nem nagyon. Yes! Na. Apa, nagyon kemény ellenfél vagy. Hát? Márhogy... Hát... A passzivitás határa. Azért, jó. Uh-huh. Vagy kemény ellenfél. Egy szavas kis válaszocskák jöttek belőled, de nem lettél volna passzív, megadtuk volna, ha kibírod az egy percet. Viszont így, hát sajnos nincs meg az ajándékcsomag. Szép ott, Feri! Köszönöm. Nem érdemlem meg, de köszönöm. Meg is vagyunk. Megem. Itt vagy, Gábor? Itt vagyok. Hát, na. Jó, előttől voltál, próbáltam. Jó, figyelj, nem volt ez rossz. Elsőre nem volt rossz. Kicsit az elején olyan egyszavas válaszok jöttek, féltem, hogy passzív leszel, aztán belendültél, nem volt ezzel baj. De igen, hát kicsúszott. Ütöttem, vertem. Mindenképp az erősebbel akartam harcolni, hogy miért ne? Milyen erősebb? Két győzelemmel a Balázs itt ül. Hát két hónapja semmi sem volt Balázs. Mindenki neked hallgatlak, úgyhogy... Ez jó, látod? Most kezdek visszakapaszkodni. Kicsit nyomorúságosan, de igyekszem. Még a létre legalsó fokán vagyok. De legalább elindultam. A gödör aljáról, hát, 3 hónap után. Tehát azt akarod éreztetni, hogy bárki mással játszottál volna, az nyilván össze is jön. Gábor, köszi a játékot! Én is nagyon szépen. Sajnálom, nincs ajándékcsomag, köszi. Hát, ennyi. Ciao, ciao. Szia. Meg vagyunk, hátra dőletlen. Gyerekek, ennyi volt, hát megcsináltuk. Így van. Jó, hát igen.
megérdemlünk egy jó avancsit. Egy jó avancsit. Na, már keresem is. Öt perc, pontosan 7 óra Ákosin újra a hírekkel, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 7 óra, pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Esik az eső a legtöbb helyen, szomorú idő van. Ez a kedvünkre persze nincs hatása. Semmi hatása nincs. Abszolút, semmi hatása nincs. Így konkrétan ilyen reggel 5 órának megfelelő sötétséget látunk az ablakon. De ez nem baj, áll a felüljáró, esik az eső. Gyönyörű. Vagy csak azért lassítanak, gyönyörű, hogy belássanak hozzánk, visszaintegetek. Sziasztok, nektek is nagyon szép napot kívánok. De senki nem integetett. Mit? De senki nem integetett. Aha, igen. Szerintem is inkább torlódás le. Ha integetek, csak azért, hogy az előttük állnak, hogy menjél már, igen. Az Ürői utat látjuk, itt bedugulni látszik kicsit a felüljáró. A gyorsforgalmi irányában nem, lefele. De hát itt van egy lámpa itt a Nagyvárad tér előtt, az kicsit megfogja a forgalmat. Ó, Petya kérdezi, hogy tudjuk-e, hogy ma lesz ítélethirdetés a Pistorius ügyben. Igen, hallgatjuk a híreinket. Na, az jó. Ma van tényleg, ma van, én vagyok a Pistorius felelős, hát akkor majd mondom, hogy ha ma összefoglaljuk. Nagyon elmeszelhetik az ember. Valószínű, hogy leültetik, igen, a kérdés most már csak, hogy mennyit kap. A felmentés az egyre távolabb sodródik tőle, úgyhogy igen, nem sikerült átvágni a bíróságot, meg senkit tulajdonképpen. Üzenem a rendében, őrejének az Ülői Vecs és elkerülő nalámpás kereszteződésnél reggelente nem keveset kaszálhatnak. Na szép. Uh-huh. Na szép. Smasszer. Fölnyomja a többit. Hát ez milyen? Bizony. Csak mondom a többi autósnak. Tégla van köztetek. Bizonyám. Az M3-os bevezető ismét teljesen be van állva, de nekem még így szép napom van. Bandi, aki szép küldte nekünk. 128-as kilométer Budapest felé trafi. DTI üzeni. Szintén az M3-as. Budaörsi és a Biatorvágy útnál, a Premier Outletnél mérik mind a két sávot, ez pedig Miki küldte nekünk. Mi van ezzel a B17-tel, mindenki ezzel lovagol? Hát te vagy az egészségfelelős, ugye van egy pró meg egy kontra oldalunk, most állítólag lerántották a B17-ről a leplet. Hogy baj. Tehát, hogy ne alkalmazzák, mert hogy gondot okoz. Ugye, és akkor van a másik oldal, akik viszont nagyon mellette vannak, hogy például a rák kezelésében is ez nagyon jó dolog. De a másik oldal meg azt mondja, hogy így méreg, ilyen formátumban, vagy ilyen mennyiségben, ahogy adják. Azt én is hallottam a B17-ről, hogy azért ez nem gyógyszer. Igen. A B17 vitamin az nem gyógyszer, és hogy az infúzióban adagolható, de hogy toxikus lehet. Tehát, hogy azért azzal óvatosan kell bánni. Igen. Eddig viszont nagyon hittek akkor benne. Nem tudom, két szakit le kéne ültetni, van még plusz két mikrofonunk, azt beszéljék meg, csak az a bajom, hogy valószínűleg nem értenénk belőle semmit. De hogy a fenében van az, hogy van, aki azt, hogy nyugodtan szedhető tessék, sokat van, aki meg azt mondja, hogy toxikus méreg. Hát azért a kettő között nagyon nagy különbség van. Elég nagy, és én is szóval félek, hogyha mondjuk egy adáson belül egymásnak keresztenénk a két oldal mellett érvelőket, akkor az lenne, hogy gyakorlatilag meggyőzhetetlen lenne egyik oldal is, meg a másik oldal is, és semmennyivel nem jutnánk előrébb. Ja. Nehéz. Tehát, tényleg, hogy nem egy kis benézés, hogy az van, hogyha egy kilónál többet beveszel, akkor pici émelgés van, hanem az van, hogy toxikus méreg vagy gyógyszer. Hát azért ezt, igen, meg kemény. Azért az nem ugyanaz, nem? Nem ugyanaz a kettő. Nem. Ráadásul ugye már a századforduló előtt is, az 1900-as évek előtt, akkor úgy mondom, azóta már volt egy, hogy már Németországban állítólag ezt alkalmazták, ilyen daganatellenes gyógyszerként, de mi történt? Elvetették, mert veszélyesnek találták. Hosszú távon. És aztán megint valamit így felfedeznek, és akkor megint elkezdik használni, és aztán megint kiderül róla. Ez is olyan fura. De én nem szedem, gyerekek. Abba baj nem lehet. Én alapból azt hittem egyébként, még mielőtt utána olvastam volna a hírnek, hogy ez egy második világháborús bombázó. A B-17, de aztán rá kellett jönnöm, hogy mást is nevezhetnek így. Messziről indítottad. Messziről. Igen, ott el is időztem egy kicsit annál a cikknél. Annál a repülőgép típusnál picit többet olvastam róla, mint amit akartam. Egy 4 órát eltöltöttél, és utána már nem volt érdekes. Aztán már nem érdekel, tovább vittem. Igen. Gyerekek, ez a szeptember 11, ez hogy beégett mindenkinek, nem? 13 éve. Hogy 13. Igen, tehát 13 éve volt, amit egyébként egy hete lett volna, vagy két hete lett volna, de hogy tényleg mindenki tudja, hogy szeptember 11, igen, nem? Nincs még egy olyan terrorcselekmény, sőt, mi több szerintem se repülőgép katasztrófa, se nagyon semmi, talán a Holdra szállás, vagy talán a Kennedy gyilkosság, amit ennyire tud mindenki, hogy még mondtam, az első-második világháborúnak az eleje vége, nem? Igen. De terrortámadás közül nem tudnád a többit így megnevezni, hogy melyik napon történt, pedig azért voltak terrortámadások, más is.
ami ennyire beégett volna mindenki fejébe, hogy 2001. szeptember 11, nem? Mert ugye a tévé nagyon komolyan tudta már ezt közvetíteni sajnos, tehát hogy a 70-es években, ha volt valami, az ugye nem érkezett meg hozzá ennyire időben és azonnal. Tehát igen, emlékezzetek vissza, hogy amikor meghallottuk a hírt, akkor mindenki tévét keresett, és azonnal leültél és nézted. Egy, kettő, meg az elkövetés módja volt az, hogy nem az volt, hogy besunyogtak valami bombával a testükön, vagy letettek egy zacskót, hanem hogy a repülőgépek használata. Meg hát sajnos ugye, hogy egymás után történtek az események, gyakorlatilag élőben nézhettél végig valamit. Tehát, hogy nem túlzás azt lehetne, hogy ez egy közvetítés volt. Gyakorlatilag egy terrortámadásnak a közvetítés. Igen, élőadásban mutatta a CNN-től kezdve a BBC-ig, a CNBC, mindenki ezzel foglalkozott. És az ember az is beépül egyébként, hogy hol voltál aznap, és mit csináltál. Ez a megdöbbentő. Nem? Kevés olyan napot tudsz úgy visszaidézni, hogy mit csináltál 2003. augusztus 8-án, nyilván fogalmad nincs. Fogalmad nincs, hogy hol voltál és mit csináltál. De az napot valahogy, mivel egy ilyen tragikus eseménnyel köthető össze, mindenki tudja. Nagyon. Hol kapta a hírt, mit csinált, merre volt, Amerikában volt, itthon volt, kint volt, élőben, nem, Európában, aludt, felkelt, fölébresztették, hívta az anyja, hogy jól van-e, tudod, Magyarországon. Ja, biztos, ami biztos. Biztos, ami biztos, a szülők rácsörögtek a gyerekekre, nem? Hogy mindenkinek beég, hogy mit csinált. Náluk az első, hol volt? Az első öböl háború volt ilyen, mert ugye az volt gyakorlatilag egy ilyen történelmi pillanat, mert hogy a CNN ott volt annyira szemfülös, és ott is egyébként ebből beszéltem a köztudatban a CNN-nek a neve a magyar emberek számára is, amikor az énigi csatornákon keresztül szinte élő egyenes adásban láthattad. Te emlékszel, mit csináltál? Én megállót forgattam Pokrivcsák Monikával. Hát, csoda, hogy beégett. Megálló forgatás volt Pokrivcsák Monikával. Hát gyerekek, ez ilyen. Igen. És merte, vagy nem merte? Pokrivcsák Mónika. Mi a fene lehet Pokrivcsák Mónikával egyébként? De külföldön én azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban van egy közös vállalkozás a férjével, és azt tolja. Igen? Igen. Itt hagyta? Hát persze, minden a pesemeset. Hazánkat. Figyeltek, hogy a kereskedelmi televíziózás egyik úttörője volt, vele indult, ugye Meri vagy nem Meri, meg nem tudom, egy csomó műsor volt. Meghívtuk a Megálló című Z pluszos, vagy akkor már Viva TV-s műsorba, és üldögéltünk egy hintaágyon, és beszélgettünk Pokrivcsák Mónikával a nyugati téren. Fönt az óra fölött a Skálának a teraszát béreltük ki. És oda jöhetett mindenki, aki klipet küldött. És jött a telefon a szerkesztőtől, hogy bombázzák New Yorkot. És mondom, Dani, biztos félreértettél valamit, azért ezt így nehezen tudom meg. De hogy ő látja, és ő most hallott valamit, és bombázzák New Yorkot. Igen, picit korábban még ahhoz, hogy szívjál, figyelj. Igen, Dani, nyugodj meg. Reggel, tűntem ilyen. Délelőtt volt, amikor 9-10-11 óra magasságában körülbelül. Pokrivcsák Mónika ült ott, és megbeszéltük Pokrivcsák Mónikával, hogy bombázzák New Yorkot. És hogy telepítik ki New York lakosságát, és mindenki menekül New Yorkból. A hír így jutott el hozzánk. Még nem Balázs, miért támadnák meg Kanadát? Nem volt. Nem, ez szemét vagy. Na, Ausztráliát mondott. Abszolút rohadék. És ugye akkor még nem volt mobiltelefon, hogy te letölts és rámenni, hogy mit tudom én, megnézed. Hopp, beütött, kész, lehívsz egy internetes portált, és megnézed, hogy valójában mi történik, mert valami történik, a világban egy perc múlva ott van a kezedben. Ugye? Hát ez ilyen nem volt. Megvártad, míg lemegy a forgatás, hazamentél, bekapcsoltad a tévét, tehát ez egész teljesen máshogy ment, mint most, 2 perc alatt tényleg tudsz mindent, és elképedve láttad, hogy adásunkat megszakítjuk, híradó szellőjék, tényleg, amik a Pálfiék a TV2-n a stállal, mindenki erről beszél. Bizony. És elindult a körtelefon, hogy jól vagy-e. Vagy hogy ki hol van. Igen, azt nem is értetted, hát hol lennék itthon Magyarországon. Igen. Szóval az döbbenetes volt, és aztán az is érdekes volt, hogy utána felbukkantak magyar szemtanúk, akik ott voltak, arra is emlékszem. És köztük volt Kozsó. Tehát azért ez várható volt, hogy ki az, aki ott megint felbukkant. Emlékeztek? Ezt elfelejtettem ezt a részt. Magyarok, akik ott voltak, és megjelent utána Kozsó. De ti hol voltatok? Mindenki tudja, nem? Amikor megkapta a hírt, hogy mit csinált. Hát... Nem emlékszel, vagy nem tudod? Most kérek mindenkit, hogy fogalmas. Nem emlékszel, nekem teljesen tisztán beégett a dolog, hogy hol volt aznap az ember is, és mit csinált. Mondom, még arra sem hiszem, hogy ilyen borús, nem esős, de ilyen kicsit borús időben fáztunk, és figyelj, számomra nagyokat beszélgettünk Pokémonival. Annyira hihetetlen volt az egész, hogy én megmondom őszintén, hogy én nem is vettem rögtön a lapot. Tehát amikor ezt így elmondták, akkor körülbelül ugyanazzal az értetlenséggel álltam a hír előtt, mint mondjuk te, de talán egy picit később is esett le a tantusz, amikor már láttam a képeket. Tehát olyan felfoghatatlan volt az egész, olyan volt, mint hogyha valamilyen hollywoodi mozinak a forgatókönyve lenne, valami Die Hard X, hogy úristen, hogy az ikertornyokat.
és hogy, hogy a World Trade Center belement egy repülőgép. Tehát, hogy fel se fogtam, fel se tudtam fogni, hogy mi történik valójában. Meg ennek a dolognak a jelentőségével is csak később szembesültem, vagy, vagy esetleg tantusz, hogy ez mit jelent. Te emlékszel? Igen, bent voltam a rádióban, a Danubius, akkori Danubius rádióban mentem be, akkor 10-től dolgoztam. Kívánság műsor? Én voltam a Csabi, akkor még, és akkor bementem 8-ra, ugye elkezdődött a dolog, és ugye az esemény maga az nálunk a szemben ilyen délelőtti időben történt, amikor elkezdtek jönni az SMS-ek. Elkezdtek jönni az SMS-ek, hogy úristen, nézed, én amikor raktam össze az adást, hogy mit kéne nézni, hagyjatok már békén, akkor már az egész szerkesztőség felbojdult, és kiültünk egy nagy tévé elé, és mindenki ugyanazt nézte. És az egész nap ezzel ment el, mindenki tudott már információkat, vagy tudni vélt információkat, hogy mi történik, akkor azok mentek ilyen köres SMS-ekben, jöttek a hívások, ott próbált a szerkesztőség, a hírszerkesztőség valami infót szerezni. Hogy mi történik? Igen, akkor már jöttek az ilyen szemtanú vagyok, ott vagyok, mert ugye bemondtuk már adásba, hogyha valakinek van kint rokona, szóljon. És azt hiszem, hogy délutánra sikerült is találnunk egy embert, aki ott volt kint a helyszínen. Ott volt kint a helyszínen, és akkor bejelentkezett, hogy mekkora tragédia, szörnyű, nem értik, hogy New York meg Amerika sérthetetlen. Hát ugye ez pont erről igen. Szólt, hogy mindenki azt gondolta, hogy odáig nem lehet eljutni. Hogy igen, hogy New York meg is változott igen. A világ. Az élőképek voltak a legdurvábbak, az egyértelmű, és amikor így láttam ezeket a képeket, hogy mi történik, azt a pánikot az utcákon, az embereknek a teljes ledermettségét, vagy pedig azt, amikor ugye írd és mond, sikoltozva rohannak az ellenkező irányba, igen. Vagy később, amikor azt mutatják, hogy szerencsétlenek, mert már más lehetőség, más kiút nem volt, ugrálnak le az épületekre, az borzasztó volt. Igen, hát aztán persze nagyon-nagyon-nagyon sok elmélet egyébként. Én nagyon sokáig olvasgattam utána, nagyon szerettem, még most is egyébként néha van idő, most már sajnos kicsit kevesebb nézek ilyen mindenféle tanulmányokat, dokumentumfilmeket, eltitkolt jelentéseket arról, és most nem kezdem megint az összeesküvés elméleteket, hogy mi történt tulajdonképpen, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgokat mutatnak, megmondanak ezek az összeesküvés elméletek. Hát konkrétan dokumentumfilmek is készültek azért erről, hogy mi történik, vagy hogy mi történt valójában. Igen, ez nagyon-nagyon érdekes. Nagyon-nagyon. Hogy omlottak össze ezek a tornyok, hogy mi történt, hogy nem omolhatott volna össze, hogy hány perc égett, hogy milyen tulajdonképpen a kerozinnak az égési hőmérséklete. Hogy ez egyszer megmagyarázhatatlan, hogy a kerozin égési hőmérséklete 375 Celsius fok. Ami például ugye írják, hogy az acéltartók meglágyulásához több mint 800, a megolvadásukhoz pedig 1300 fok kell. És hogy nem értik, hogy. Vagy például ugye megmutatták, hogy mikor csapódott be az északi gép. 8:46-kor jött az első gép. Az üzemanyag begyulladt, és 17 perc múlva gyakorlatilag eloltották. Kisebb tűzfészkek voltak csak az érintett emeleteken. Ehhez képest másfél óra múlva, 10:28-kor omlott le az épület. És ezek megmagyarázhatatlanok? Vagy az a bizottság, aki fölállt egyébként, azok hogy nem hozták nyilvánosságra azokat a jelentéseket, ahol elmondták, hogy statikailag, vagy tehát, hogy tulajdonképpen ezeket a tornyokat így ebben a formában nem lehetett volna. Megmutatták a robbanásokat, megmutatták, hogy hova tehették a bombákat, elmondták, hogy volt egy biztosítási csalás ezeken az épületeken, hogy májusban ezeknek az épületeknek új tulajdonosa lett, 3,7 milliárd dollárra biztosították a két épületet egészen váratlanul. És ezért májusban. Több ezer embert. Tessék? Több ezer ember halálát is megkockáztatod ezért a 3,7 milliárd dollárért? Nagyon érdekes elméletek vannak, hogy a szomszédos tornyok, amikben semmi nem csapódott be, nem volt rengés, hogy azok egyszer csak váratlanul két óra múlva teljes tűzmentes voltak, egyszer csak azok is összedőltek, hogy nem értik. 9:03-kor csapódott be a másik repülő egyébként, és azt mondják, hogy nem volt olyan súlyos a becsapódás maga, mint az északi toronynál, mert hogy látták, hogy a gép nagyobb részei leszakadtak egyébként a becsapódáskor, és így kerozin se juthatott be az épületen belülre, mert egy hatalmas tűzgömb formájában maga a szabadban égett el tulajdonképpen. És megnézték, hogy a 40 akárhány tartó oszlopból, központi tartó oszlopból 4-5 károsodott. 40-nek kellett volna károsodnia, hogy összeomoljon. Fizikailag lehetetlen. Hogy nem értik, hogy olvadhatott meg az acél. Tehát más a kerozin, más az acélnak az olvadási hőmérséklete. Igen. Tehát, hogy nem jött ki.
mutatnak az összeomlásnál különböző felvételeket, hogy pici apró robbanások láthatók, tehát hogy esik le a World Trade Center. Nagyon érdekes dokumentumfilm van egyébként. Ha lehet ilyet mondani, egyébként az összeomlás is olyan volt, hogy ahogy mondani szokták, hogy ilyen tanítani való. Ez egy precíziós, olyan... úgynevezett precíziós robbantás. Igen, így olyan van. Volt, mintha gyakorlatilag robbantási szakértők képezték volna magát a robbantás. Se jobbra, se balra nem dőlt, egyszerűen csak helyben omlott össze, ahogy egyébként azok az épületek szoktak összeomlani, amiket előre. Igen, ugye két aszimmetrikus terhelést okozó becsapódás egymástól is erősen eltérő terhelést hoz létre az épületben. És elmondták, hogy saját függőleges tengelye mentén omlott össze a két épület, ami egyébként egy precíziós robbantásnak felel meg, és példaszerű pontossággal estek össze az épületek. Van egy olyan felvétel az interneten, döbbenetes az is, ahol kilassítják, hogy ahogy esik össze az épület, különböző apró robbanások láthatók az épület alatt, mintha végig lett volna ugye tulajdonképpen robbanó anyaggal berakva, és hogy omlik össze az épület, mutatják, hogy az omlás alatt mindig be van karikázva a felvételen, 10-20 méterrel van egy mini robbanás, ami töri ki az ablakokat, de azt mondják, hogy ez nem a súly. Aha. Volt egy nagyon nagy áramszünet például a robbantá, vagy a maga a terrorcselekmény előtt, amikor bementek a World Trade Centerbe, mindenkit kizavartak, és 3 óráig lekapcsolták az áramot, és senki nem tudta, hogy mi történik a két épületen belül. Megjelentek kocsival, kiküldtek mindenki, bizonyítható, dokumentálva, nem kérdezett rá a bizottság, aki felállt. Úgyhogy, hát nagyon-nagyon érdekes egyébként. Döbbenet, nem? Ez idő alatt betehették a bombákat, gyerekeket, két ekkora épület biztonsági szolgálta mindennel, nem veszi észre, hogy be van téve a bomba? Nem tudom, nyilván nagyon sok kérdés van. Megszólaltatnak szemtanúkat ezekben a dokumentumfilmeken, elmondták, hogy maga az összeomlás előtt, amikor ők még szemtanúk és kiértek az épületből, éreztek egy alsó robbanást, amikor is megremegett a talaj, de akkor a két gép már becsapódott, és hogy fogalmuk nem volt, hogy mi volt, és többen egymástól függetlenül elmondták, hogy volt valami olyan robbanás, mintha alulról jött volna, amikor kim voltak az épületből, bekövetkezett a második robbanás, aztán egy egész sorozatos robbanás, utána történt meg az összeomlás. És ezekre senki nem ad mondjuk választ. Ilyen esetekben mondjuk inkább a szakértőkre hagyatkozna az ember, meg nekik hinne, mert azért akik átélnek egy ilyen traumát, azok nyilván már bele is képzelnek bizonyos dolgokat. Másrészt meg azt sem szabad szerintem mondjuk így mellékesen kezelni, hogy mindig vannak olyanok, akik ilyenkor népszerűsködni szeretnének. Nem, nagyon sok tűzoltót szólaltattak meg, szemtanúkat szólaltattak meg, megmutatnak olyan riportokat, hogy ahogy kiér az épületből az ember kormosan, elmondja, hogy följött a 24. emeletre összeomlás előtt, és hallott egy robbanást, hogy tűzoltók mondják, hogy hallottátok a robbanást, hogy volt valami robbanás, nem tudják megmagyarázni, hogy az tulajdonképpen micsoda. Úgyhogy nagyon sok érdekes dolog van. Nyilván az egész film nem lett belőle? Nem csináltak rá egy válaszfilmet? Nem, hát a válaszfilmet nem, ugye felállt ez a 911 bizottság, gyorsan megvizsgálták, több 100 000 oldalnyi dokumentumot néztek át, mit tudom én, egy hét alatt körülbelül, ami szintén lehetetlen, majd ezeket bezárták, és nem tudom hány évre titkosították. Van egy hallgatónk, aki azt írja, hogy ő a tornyokban lett volna, csak valami közben jött. Ciro, itt van velünk, halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hát ezeket az információkhoz képest az én történetem az elég elenyésző. Dehogy is, nem? Voltam. Csak arról volt szó, hogy én sok-sok évig készültem arra, az Egyesült Államokban kezdek el dolgozni. Ez volt elég nagy álmom. És hát nagyon hosszú előkészület után sikerült egy olyan munkahelyre elhelyezkedni, ahol tudtam, hogy Egyesült Államokban fogok dolgozni. Össze is jött az első kiküldetés, meg is terveztük, megvettük a jegyeket. Akkoriban ugye vízumot szerezni is nagyon nehéz volt, az is megvolt. Elkészültünk, gyakorlatilag utaztunk volna előtte való hétvégén, és hát szegény kolléganőm egy nappal előtte, tehát utazás előtti este rosszul lett, és nem tudtunk elmenni. És hát én nagyon szomorú voltam, mert ugye sok éven keresztül készültem erre, és nem sikerült. Aztán hát másnap, harmadnap, amikor reggel ültem az autóba és hallottam a híreket, akkor pontosabban ugye délután, a hiteni idő szerint, akkor úgy éreztem, hogy ez lehet, hogy így kellett történnie, mert be volt ütemezve nekünk egy World Trade Center, ez egy New Yorkos kirándulás, természetesen olyankor a World Trade Center az alap, úgyhogy úgy éreztem, hogy akkor lehet, hogy újra születtem. Szóval ez egy ilyen érdekes történet. Egyébként az egészről az amerikáknak a véleményét el tudom mondani pár mondatban. Beszéltem jó néhány emberrel, később éltem kint az államokban is. Sokan mondják azt a kinti egyszerű átlag emberek is, hogy ebbe kellett legyen valami stikli. Többek között egy olyan valakivel beszéltem, aki 40 éve pilóta, és ő mondott ilyen érdekes dolgokat, hogy ő mondjuk neki a szerény meggyőződése az volt, hogy ezek preparált gépek voltak. Tehát azt mondta, hogy teljesen ki van zárva, hogy normál gépeknek
ilyen hatása legyen a tornyokra, még akkor is, hogyha ott kerozinnal tele vannak. Ténykérdés, hogy a gépek ugye nemrég szálltak föl, tehát ilyen szempontból ez érthető, hogy tele voltak kerozinnal, és ugye hosszú utakra mentek ezek a gépek, de ettől függetlenül azt mondta, hogy pont amit te is mondtál, a kerozinnak nincs ilyen égésfoka, nincs ilyen égéshője, nem tud robbanni ekkorát, a kerozin nagyon rosszul ég egyébként. Tehát azt tudni kell, hogy az egyik legrosszabban égő üzemanyag. Tehát ez nem repülőbenzin, ez kerozin, ez gyakorlatilag a petróleumtól alig-alig jobb, és ehhez képest valóban okozott olyat, hogy összeomoljon. Vannak itt érdekes kérdések. Én nekem egy dolog merül fel mindig az ilyen összeesküvés elméletekkel kapcsolatban, hogy nem derül azóta ki, ebben nem egy ember, nem két ember kellett bele szervezve legyen. Valaki valamikor valamit csak elkottyant, iszik, nem tudom. Tehát, hogy az összeesküvés elméletek. De nem, hát ezek kiderülnek. Figyelj, nem, hát az interneten ezek rengeteg ember beszél arról, elemzik a robbantásokat, és elmondják, hogy szerintük ez történt, csak a többiek meg most ezt vagy meghallják, vagy legyintenek. Tehát egy csomó ember beszél erről már az interneten. Na, de hogy nincs egy ember, aki benne volt a buliban, érted? Azt mondja a hallgató, aki ennyi év után, vagy bármi. Igen, hogy senki nem nyilatkozik, mert azért... Az Egyesült Államokban megnézed a híreket, hogyha valaki meglát, nem tudom, ugye most voltak ezek a fotók feltöltve, ha valaki valahol meglátott egy ilyet, abban a pillanatban elterjed mindenfele. Ezzel kapcsolatban senki nem nyilatkozik valahol, senkit nem találnak meg, nem szólaltatnak meg. Azért a vezető tévék általában megszólaltatnak valakit, abból aztán elindul egy nagyobb hullám. Nekem csak mindig ez az egy gondolat merül föl, hogy összeesküvés elméletileg lehet mindenhol. Az is érdekes, azért nem derült. Igen, az is nagyon érdekes volt, ugye, hogy állítólagosan nagyon váratlanul érte az Egyesült Államokat ez az egész támadás. Senki nem tudott semmit, a CIA is mélyen hallgatott. A támadás után már egyébként 4 órával, délután 4 órakor bejelentették, hogy ez csak is Osama bin Laden terrorszervezete lehet. Persze, nyilván. Az, szóval azért ezek nagyon érdekes dolgok egyébként. Persze, mire kenték rá, és mire lehet egy gyorsan akkor lépni egyet, az már egy következő lépés természetesen. Ezt sajnos nem tudjuk meg soha, hogy pontosan hogy is volt. Nem, de érdekes történetek. Ezek nagyon jó kis filmek vannak, igen, az interneten erről. Mivel foglalkozol egyébként? Én orvosi auditor vagyok, és nagyon sokat utazom a világba. Beszéltünk már párszor, ha emlékeztek a szaúd-arábiai helyzetről, hogy ott a hölgyek hogy és mint vannak. Itt tényleg, igen, a vezetéssel kapcsolatban talán megvezetettek, vezethetnek, igen. Igen, ez is azzal kapcsolatos volt, hogy utaznom kellett és üzleti útra, és be volt tervezve egy kis nézelődés is, és hát akkor úgy éreztem, hogy akkor újjászülettem. Úgyhogy ez egy érdekes történet volt. Igen, köszönjük szépen, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Én köszönöm, hogy elmondhattam, sziasztok. Hello, ciao. Na mindegy, aki szereti ezeket tanulmányozni, az tud egyébként így az események háttere mögé nézni egy picit, az elég érdekes. Az viszont biztos, hogy ilyen tényleg beláthatatlan a következményekkel járt ez az egész, és még valószínűleg a jövőben is ennek azért lesznek következményei. Szerintem mondjuk például a bosztoni maratonon elkövetett robbantás is mondjuk ennek egy következménye volt, mert hogy a World Trade Centernek a lerombolása az bebizonyította azt a világ szélsőségesei, meg vallási fanatikusai, meg terroristai számára, hogy az Egyesült Államok sem sebezhetetlen az Egyesült Államokban. Mert hogy azért korábban, mit tudom, a vietnámi háborúban, vagy a koreai háborúban már azért kiderült, hogy őket is meg lehet fogni, meg lehet térdre lehet kényszeríteni, de a saját otthonában az amerikaiakat addig igen, soha senki. Igen. Érdekes a dolog, hát ha nem tudtak róla valójában. 8:30 pontosan 2 perccel Óben bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni SMS-ben, jó, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 van, egészen pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nickelback, vagy mi volt? Nickelback. Felhívom mindenkinek kedves figyelmét a készülő Nickelback albumra. Erről már egy dalt meg lehet hallgatni fönt az interneten, nekem is az egyik kedves hallgatónk hívta fel a figyelmet tegnap rá, meghallgattam, elég jó rockos, nem ez a típus. Igen, ez egy kicsit ilyen rádió barátabb verzió. Ja, már ez egy rockzenekar. Valamiből pénzt kellett keresni. De, és nem keveset kerestek vele. Hát, hogy azért. 55-ös felújítás alatt lámpás irányítás Szeged és Mórahalom között Zsolt küldte nekünk. M6-os Pécs felé a 27-es kilométerén óriási farraklap láda van a belső sáv közepén. Nagyon esik, alig látni. Ezt Laci küldte nekünk. Ásotthalmon, szintén az 55-ösön, méghozzá Ásotthalom határában egy kamion az árokban, félpálya járható, még nincs műszaki mentés. Aztán 18. kerületben már szakad az eső, remek idő van, éjszakai sötétség, írta nekünk Anikó. Küldjön nektek SMS-t a Nyúl Béla. Kb. 2 hét alatt közel 30-at küldtem, abból egyet sem olvastatok be. Soha többet nem költök erre, Enikő. Jól teszed, Enikő. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy...
nem bünteted ezzel saját önmagadat. Sokszor mondjuk, hogy nagyon sok SMS-t kapunk. Nagyon hála, sok. Jó Istennek, köszönjük szépen. Az SMS mindig csak egy opció. Így van. Én ezt mindig elmondom. Nem győzöm hangsúlyozni. Aztán érdekes dolgokat írnak a hallgatók, hogy délután 2 volt, igen, amikor ugye ott reggel 9 órakor történt, és délután 2, most lehet, hogy 11 órát mondtam, hogy forgattunk, nem emlékszik rá pontosan az ember, valóban délután 2 körül, vagy 3 körül értünk haza. Meg hát azért Pokrivcsák Mónikával voltál, egész napot eltöltöttük. Szaladt az idő, repültek a percek. Igen, egy luxushelyen dolgoztam, amikor a 9-11 történt, pont New Yorkba tartottunk. Szép napot, írja egy hallgató. Van, aki nászútra indult, és beégett neki, én az életem első repülésére vártam Ferihegyen. Egészen jól indult a nászút Egyiptomba. Azért az is milyen szép, nem? Felszálljunk, ne szálljunk, menjünk, ne menjünk. Kemény. Igen, kemény, igen. Döntés. Na csak még gyorsan egy összeesküvésre megy. 8 óra 45-kor csapódott be az első gép, 9 óra 3-kor a második gép, 9 óra 30-kor egyébként George Bush már azt mondta, hogy háborúban állunk. Ugye milyen érdekes összefüggések, egész hamar reagált, közben egy óvodában ült, az is érdekes volt, hogy tudta meg a hírt. 9 óra 47-kor az első merénylet után már jóval, majdnem egy órával a világ egyik legjobban biztosított épületébe, a Pentagonba csapódott be úgy az a repülő, hogy egy órája már ő letért a menetirányról, saját rakéta elhárító rendszere van, saját radar rendszere van a Pentagonnak, és mégis belezuhant egy repülőgép. Úgyhogy semmit nem csináltak. Egy olyan szányba, ahol egyébként nem voltak emberek, mert felújítás alatt állt. És a VTC-ben is összesen 2000-en voltak, vagy 2500-an. Hát... jó. Azért ezek érdekesek. Jó. Jó, de most 9 óra 3-kor már a legmagasabb készültségi fok volt elrendelve. Hát ez után két. Na de ez, hogy után. 9 óra 47-kor mégis be tudott csapódni a Pentagonba. Majdnem egy órára rá. Jó, de akkor azt egy, hogyha egy kiképzett öngyilkos pilóta vezette, aki egyébként be volt avatva, és akivel egyébként ez az egész történet le volt zsírozva, és akinek a családja mely irgalmatlan összegeket kapott, hát ez egy precíziós művelet, hogyha belegondolsz, azért egy utasszállító gépet belevezetni egy olyan szárnyba, ahol egyébként nem tartóznak emberek, és gyakorlatilag ezzel ugye azt érezteted, hogy ez előre le volt zsírozva ez a történet. Tehát ilyen hogy? Érted? Tehát, hogy ez is képeztek egy pilótát arra, hogy egy utasszállítógépet egyébként egy persze hatalmas épület egyik szárnyába, de mégiscsak egy olyan szárnyba vezesse bele, zuhanja bele, hogy még véletlenül se sérüljön meg senki. Nem. Ilyen nincs. Nem feltétlen gondolom, nem, ennél árnyaltabb. Érdemes megnézni, Michael Moore-nak van ez a 911 Fahrenheit című filmje. Jó, ő ebből él, igen, ő nem azt mondja, hogy amerikaiak csinálták, ők azt mondja, hogy tudtak róla, vártak rá, számítottak rá, és hagyták, hogy megtörténjen. És látták, hogy képzik a pilótákat, tudtak róla, mindent előre pontosan tudtak, ez az alapfelvetése a filmnek, és hagyták, hogy megtörténjen. Hogy ez egy háborús ok legyen aztán. Ahogy egyébként a Bin Ladenhez csatlakozó családnak már senki nem szállhatott föl. Az egész Amerikai Egyesült Államokból már minden gépet leparancsoltak, senki nem repülhetett sehova. És ugye mondják, hogy mégis egyetlen egy, azt hiszem talán szaúdi származású család, a Bin Ladennek a hozzátartozója, azért még gyorsan elhagyhatták az Egyesült Államokat közben, mert hogy üzleti kapcsolatban álltak a Bush hát, családdal. Szóval ő azt mondja, hogy tudtak róla, mint hogy egyébként azt is mondják, hogy ezek a pilóták, akik belerepültek a toronyba, hogy ezek azért nem lehettek olyan terroristák, akik mondjuk egy Cessnát tudnak csak vezetni, mert hogy brutális repülési manővereket kell végrehajtani, hogy te így ott a tornyok között szépen megérkezzél pont oda, ahova szeretnél, ami még egy jól képzett pilóta javára is válhat. Na most ezt valaki, aki egyszer repült szimulátoron, csak betör egy ilyen kokpitba, és egyszer csak átveszi az irányítást, az nem repül ebbe bele. De ez a tudtak, szóval nagyon sok ez a tudtak róla, ezt például én aláírom. Tehát, hogy simán lehet, hogy tudtak róla. Tehát azt is tudni kell, hogy a CIA meg az FBI nyilván millió egy olyan információt tud, meg millió egy olyan információnak a birtokában van, amiknek egy része igazságtartalommal bír, és lehet, hogy a jövőben, hogyha nem állnak rá, hogyha nem gönnyítik fel azt az ügyet, nem néznek utána, akkor következménye is lehetnek. Tehát, hogy a világ minden pontján, a Google-tól kezdve a saját, mit tudom én, külhomban dolgozó ügynökeiken keresztül, bárkin keresztül, követségeken, külügyi szolgálatokon keresztül rengeteg információt kapnak, ezt is akár tudhatták előre. De nem biztos, hogy még olyan fázisban volt az a történet, hogy meg tudták volna akadályozni. Vagy egyáltalán komolyan vehették volna. Hát rengeteg fals információt is kapnak. Jó, de például a CIA-nál nem a vezérkar vette ezt észre, hanem valamelyik ember, érted, hogy ez a szervezkedés folyik. Igen. Na, ő jelentette a főnök azt mondta, hogy gyerekek, inkább csináljuk azt, hogy hagyjuk őket, mert ez nekünk ma jó lesz, hogy megtámadhassuk ezeket az embereket. Ez pont kapora jön, mert most éppen háborúzni szeretnénk. Jó, idáig megvagyunk.
ideig megtörténik az esemény, és az az ember, aki ezt annó észrevette, az nem szó, hogy haló, hát én már jelentettem egy évvel ezelőtt, hogy itt történik valami. Mert az, hogy a vezérkar egyébként csöndben van meg, akik ezt megbeszélték. De pont, ugye pont azért, mert nem vehetnek minden ilyen fenyegetést komolyan, mert ezek az információk egy része fals, másrészt pedig nincs is olyan apparátusuk, hogy mindent ugyanúgy lenyomozzanak, hogy mindent lenyomozzanak, nyilván szúrópróbaszerűen egy részét. Uh-huh. Na mindegy, jó, érdekes a nagyobb kockázatú dolgokat. A másik pedig ez, hogy amerikai állampolgároknak az életét kockára tenni, sőt elvenni. Hát jó, igen. Hát úgyhogy egyébként meg játszótér. Ez egy nagy játszótér, szerintem ennél ez összetettebb, mint hogy most igen, meghalsz 100 amerikai, és hogy 200 vagy 1000 közben ők meg el tudnak menni háborúzni. Hát kis pontok vagyunk mi az, hogy ezt a dolgot így átlássuk. De... 9-11 fára ejt, ezt érdemes megnézni ezt a filmet, jó. Michael Moore zseni egyébként, nem is nagyon szeretik az Egyesült Államokban, nem egy közkedvelt figura, mert hogy elég durvákat tud kérdezni, nagyon sok jó dokumentumfilmje van. Játszunk, jó? Óven bácsival és Beru nénivel, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Hello, Erika! Hello! Erika, honnan hívsz minket? Én mezőrsről telefonáltam. Mezőőrs, mit csinálsz? Itthon vagyok a kisfiammal. Ó, mekkora? 14 hónapos. 14 hónapos. Egy éves elmúlt. Igen, köszönjük. Nagyjából. De köszönjük. De kár, hogy megmondtad, pont kezdtem utána számolni. Igen, már én is kezdtem, hogy egy év, egy hónap, 12, akkor 14. Biztos, hogy igen. Négy éves. Igen, de gyorsan rendbe raktad, nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen. Igazán nincs. Jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. Ajjaj. Ajjajjaj. Aha, túlfeszíti a húrt. Megint. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ez egy iszonyatosan jó szám, hogyha az, amire gondolok, de nem fogod kitalálni. Köszönöm. Marha nehéz. És Óven bácsi is, meg Beru néni is énekel. Igen, nem egy olyan sláger, ez szám viszont nagyon jó. Megmutatjuk még egyszer, figyelj, hát a beugrik, jó? Nincs meg semmi? Picit segíthetünk? Nagyon picit? Igen. Duett. Ezért mondtam, hogy Óven bácsi és Beru néni is énekel. Ja, nem tudom, mennyire volt valódi segítség. Na figyelj, még. Mutatunk egy hosszabb részletet szerintem, mert... Figyelj, rövidből ez már nem fog menni szerintem, de nem baj, figyelj. Igen? Az. Valaki. Nagyon jó? Ezt már elfogadhatjuk. Kylie Minogue? Nincs, nem lesz meg, hogy ki. Jó, elfogadjuk. És Nick Cave. Zseniális. Zseniás klip is fantasztikus. Klipnak az eredeti az ötlet, az egyébként az egy festmény. Érdemes utána nézni a témának. Nick Cave is szenzációs arc. Ja, Nick Cave. Nick Cave, így van. És Kylie Minogue. Kylie Minogue pedig. Figyelj, elfogadtuk, hát nem jó? Nem kellett hosszabbat adni, mert pont akkor mondtad be, ahogy mehetett volna hosszabb, tehát a rövid részből tudtad végül is az egyik előadót. A rövidön még rámondta a rövid? Igen. Jó, akkor nem is vettük ki a bögrét. Jó? Köszönöm. Teljes az ajándékcsomag, amit kapsz. Köszönöm. Küldjük neked, szerintem egy két hétemből meg is érkezik. Köszönöm. Köszönjük szépen a játékot, ciao. Hello. Szia Erika, hello. És nézem, hogy van-e még friss közlekedés. Mm. Pécset annyira esik, hogy leengedték a tévétornyot a meccsekbe. Nem is. Látszik, M1-es 43-as kilométer Pest felé mikrobusz a középső szalagkorláton, alakul a dugó, Dan futár küldte nekünk, valamint az M1-es 43-as kilométerénél Pest felé autó a szalagkorláton, majdnem átment szembe, ezt pedig Milán küldte nekünk. 4 perc van, 8 óra, csütörtök van, ez azt jelenti, hogy mi drága jó Gáborunk. Istenem, Mr. Puliszka érkezik. Mr. Puliszka megérkezett hozzánk egy kis fejtágításra, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. 9 óra, 10 perccel. Ó, hát bárcsak. De. Ha 9 óra, hát mondom, 9 óra van, gyerekek. 8 óra, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánom, mindenki, nem akartam senkire frászózni. Az M0-áson, az M1-es felé a Csepeli és az Érdi kiáratnál is áll a sor elég hosszan. Üzeni nekünk massza. Aztán az 55-ös felújítás alatt lámpás irányítás Szeged, és esélyes, hogy Baja között. Hosszú nap lesz, ezt Zsolt küldte.
Nekünk a tízessen a szokásosnál is hosszabb a sor, botrányos a bejutás. Solymár üröm 50 perc, gyerekek. És hol van még Óbuda? Nagyon együttérzünk az ott közlekedőkkel. De megvan a megoldás állítólag. Megegyeztek. Na, komolyan? Igen, fölüljáró, körforgalom, széles. De az a bizonyos ürömi lámpa, igen, amiről mi évek óta beszélünk, és mondjuk, hogy miért nem csinálnak már valamit, és kezdeményeztük, és beszéltünk, és akartuk, ott lesz valami ott az ürömi elágazásnál, igen, tényleg? Több hallgató írta valamelyik, mert beszéltünk róla megint, és azt mondták, hogy megvan. De jó, jól van. Reméljük nem sérült meg senki a tárgyalások során. És akkor megoldódik a tízesek, a tízes úton közlekedőknek a bejutása, a kihazajutása? De jó. Na, ennek utána olvassuk, mindjárt megnézem. Bécsi út elveszett, Solymári katonai temetőnél a sor vége Nagyfalu felé, ezt gróf úr küldte nekünk. Dunaharaszti Soroksár között az 510-es úton készülnek fényképezni mind a két oldalon. Szigetszent Miklósról kijutni az M0-ás felé szinte minden kifelé vezető úton lehetetlen, be vannak állva. Ezt Jocek küldte nekünk, és az utolsó a Kunhegyes és Abáczaló között baleset, teljes út zár, Dózeres Peti küldte nekünk. Köszönet és hála ezért a jó zenéért, ez Gábor írta. Nem baj, Jani, ez is jó. Mi a címe? Kérdezi Kamionos Pisti, ez egy jó kis Offspring, igen, nóta volt. Want You Bad. Így van. Amerikai Pitének az egyik betétdala volt annak idején. A film is nagyon jó volt, a zene is nagyon jó. Hát tényleg egy kis ártalmatlan amerikai pop-punk, avagy post-punk. Tényleg jó volt egyébként, igen. Jól van. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel áraszt, antibiotikummal szennyez, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt kívánunk neked, hello! Jó reggelt, szervusztok! Hello! Jó reggelt! Beértél ebben a nagy zuhiban? Igen, igen. Tényleg, te vezetsz? Ezt még nem is kérdeztem. Igen, vezetek, igen. Hisz jól? Milyen jót nevetsz rajta. Voltam, amikor azt hiszem együtt mentünk, és akkor elég hamar eltűnt előlem a közlekedésben, azt láttam. Valahol együtt haladtunk éppen, igen. Igen, én általában a megengedett sebességi határ alatt megyek egy kicsivel. Egy 31. Igen, a fele. Nem vagy az a kapkodós. Azt láttam a visszapillantó tükörből, hogy még zöld a lámpa, de te megállsz, mert tudod, hogy egy fél perc múlva már sárga lesz. Tehát ez egy körültekintő magatartás. Nincs ezzel baj. Az én elvem az, hogy aki siet, az ne üljön autóba. Lehet, hogy az emberek máshogy gondolják, hogy aki siet, az csak autóval fog majd célhoz érni, de nekem egyébként mindig rejtély, hogy reggel mondjuk, nem tudom, 7 és 8 között ki az, aki autóba ül, mert szinte 100%, hogy dugó lesz. De gondolom erre az a válasz, hogy akkor mi a másik megoldás. Mondjuk a BKV, vagy most már BKK-nak hívják, uh-huh, ugye? Tehát Jani, úgy tudom, hogy te villamosozol, ugye? Én így van, én ortodox. És hogy sokan van? Vagy tudom, hogy miért nem lettél még a BKV arca, vagy a BKK arca, mint az év vegetáriánus. Mert túl sokat szidom ők. Az év BKV-sa simán lehet. És reggel akkor ilyen tolongás van az 50-es? Nem, reggel még nem. Egyáltalán nem. Akkor ez még szellős. Szellős. Szoktak rád köszönni az emberek? Nem. Látják rajtam, hogy nem örülök neki. De. Nem láttad még olyanit közlekedni lehúzott baseball sapkával, a villamos legeldugottabb kis szegletébe ül. Nem hiszem, tényleg. De komolyan egyébként, lehúzott baseball sapkával, zenét hallgatva, magába kuporodva, igen, vidáman alszik. Tele kell szívnom magam metállal, mert aztán beérek, és jön a 4 szűk óra. Igen, néha teszek egy kis aprót a zsebébe, mert azt hiszik, hogy egy hajléktalan, aki már a sokadik fordulót a garázsba visszajött, igen, így melegedni. És én ezért hálás vagyok, mert Balázs tippjein nagyon sokat bukok mostanában. Igen. Mi újság, jól vagy? Köszönöm, igen. Figyelj, és te szoktál egyébként így a vezetés közben konfrontálódni? A te anyát. Az mit jelent? Te rádudálnak, mert mondjuk egy picit lassabb vagy, vagy ilyesmi. Nem. Hogy szoktál a konfliktusaidat? Én beengedek mindenkit, aki elém akar jönni, csak a mögöttem lévők nem örülnek neki mindig. Nem. Szeretettel gondolok rájuk. Az a helyzet, hogy mindenki siet, és az embereknek szükségük van figyelmességre. És ez vagy te, ezt adod. Igyekszem. Aha. Mert hogyha én is beállok a sorba, és ugyanúgy viselkedem, ahogy ők, akkor mi különbség van? Aha.
kell, hogy egy picit figyelmesebbek legyünk egymáshoz, és egyébként megfigyeltem, hogy ez ragadós, tehát tapad egymásra a jó dolog is, tehát nem csak a rossz, amikor valakivel úgy viselkedek, hogy udvariasan, akkor... Parancsoljon ön! Menjen csak, menjen ön! Tehát az emberek átveszik a jót, és átveszik a rosszat is, és azt gondolom, hogy fontos, hogy nem állítom azt, hogy minden tekintetben én szent vagyok, természetesen, de igyekszem. Tehát úgy indulok el egy útra, hogy figyelek a másik ember fejével is, szeretnék figyelni, így mondom. Igyekszem. Te voltál úttörő, nem? Na mindegy, hagyjuk. Na mindegy. Ha miért ti nem így vezettek? Dehogy nem. Hagyjuk a vezetést. Aleska Diamondot szereted? Igen. Ő a top. Főleg az oroszok kattintanak rá nagyon sokat. Látunk nemrégiben egy felmérést erről. Nagyon szimpatikus, keres rá. Nem tudja a Gábor, hogy ki ő, de nem is baj. Na Gábor, sok mindennel vagyunk adósok, ami a múlt hetet illeti, de olyannyira, hogy ez lehet egy következő téma is lesz, sőt, mi több, mert hogy csak egy mondat erejéig akartunk rá visszatérni, de lehet, hogy egy kicsit hosszabban beszélünk, és ez nem is baj. Előtte azonban hoztad nekünk ezeket a kis vizeket, ugye nem mondunk márkát, de hogy ez az, amiről beszéltünk a múlt héten. Ugye, lugos víz? Igen. Lugos vizet. Éjgyomorra reggeli előtt, amikor üres a gyomor, fogyasztunk egy-két pohárnyi lugos vizet, és egyébként a legtöbb ásványvíz semleges gyengén lugos kémhatású. De kicsit erősebb, ez 8,8-as, igen. Ez 8,8-as pH-jú. És a PPM az micsoda, bocsánat, az is rá van írva nagy betűvel. Az egy mértékegység, egy igen kis mértékegység, tehát nagyon kis mennyiséget jelöl. Aha. És akkor ezt jó sportolás közben még mindig, ugye? Ez az, amiről beszéltünk a múlt héten. Igen, itt vannak benne ugye hidrogénkarbonátok, van benne számos ásványanyag. Ugye itt is fontos, hogy mennyi az ásványanyag tartalma, azt mindig megnézzük. A kémhatás sem mindegy, és ezt is használjuk mértékkel, de rendszeresen használjuk. Hát, mint mindent mértékkel. Igen. De itt fontos, hogy ha evés után iszol lugos vizet, akkor a gyomor savat le fogja kötni, hogy könnyen lekötheti, és akkor az baj csinálhat. Ezért mondjuk, hogy amikor üres a gyomor, tehát nem véletlenül. Ez csak egy pici hozzáték. De ezt mondjuk korán reggel? Akkor érdemes? Egy gyomorra? Igen, illetve napközben, amikor úgy érzed, hogy ebéd előtt vagy, vacsora előtt vagy, és elég biztos, hogy nem ettél semmit, üres a gyomor, akkor használjuk. Aha. És akkor a sportoláshoz is ajánlod. Alkargyakorlatok, tricepszezés, másfél kiló, nem olyan. Igen, hát sport közben ugye képződik a teljesav, meg utána is, és akkor segíti ez a típusú folyadékfogyasztás azt, hogy minél hamarabb ez a visszaalakulás, ugye a regeneráció megtörténjen. És a Magyar Vöröskereszt is ajánlja. Na, igen. Ugye a múlt héten az ásványvizekről beszélgettünk, hogy mennyit jó inni, mennyit kell ebből inni, mi az, ami sok ásvány tartalmaz, mennyire jó az a szervezetnek, mennyire nem csapvíz, ásványvíz. Ugye elmondtuk, hogy lehet csapvizet is inni, ásványvizet is inni, minden mértékkel nyilván. Elég hosszan beszélgettünk erről. És aztán szóba jött egy téma, amit ugye én a végén vetettem fel, de mondtad, hogy ezen a héten visszatérünk rá, aztán látom a jegyzeteidet, hogy ez olyan hosszú is lesz, hogy akár egy komplett téma is lehet. Hiszen ugye napvilágot látnak olyan cikkek, amiben az ember azt olvassa, hogy veszélyes lehet egy-két műanyag palack, és hogy mindenféle vizeletmintákból, meg vérmintákból kimutatták, hogy néhány embernél a palackból kiázó tulajdonképpen műanyag adalékok, azok megemelkedhetnek a vérszínben, vagy a vizeletszínben. A vizeletnek a tulajdonképpen mennyisége megemelkedhet a vizeletben. És jön a kérdés, hogy akkor most üvegből ígyuk, vagy ásványvízből ígyuk, van-e ennek bármiféle valóságtartalma, mi a helyzet? Igen. Van egy rossz hírem, meg egy jó hírem, úgy szoktuk mondani. Ezt szeretem benned, hogy rossz hírt is hozol, de egy jót is. Tehát ugye a műanyagok bekerültek az élelmiszeriparba, az élelmiszerek göngyölege csomagolása is műanyag lett részben. Ugye régebben több volt az üveg, most már inkább a műanyag, és a műanyagok között is különbség van. Itt ez a rossz hír, hogy a műanyagokból egy-két anyag kioldódhat jelesül, mondanám az egyiket, BPA, bisphenol A vegyület, a másik, az antimon, ez egy katalizátor fém, amit a műanyaggyártáshoz használnak. Ez a rossz hírem, ez a két anyag. A jó hírem az, hogy a szakma és ugye a külföldi kutatások eredményeként egy olyan tevékenység, lobby tevékenység indult el, ami pozitív irányt jelentett, és az úgynevezett PET palackokból kivonták ezt a bizonyos BPA nevű vegyületet, a bisphenol A-t, az antimon az benne van, erről esetleg beszélünk majd,
és most már elég sok szakmai eredmény áll rendelkezésre, annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy melyik az a flakon, az a palack, amelyik jó, melyik az, amelyik nem, és az egyszerű halandó is meg tudja állapítani, mivel minden palackon van egy háromszög, és van egy szám a háromszögben. Attól függ, hogy ez a háromszögben lévő szám milyen szám, hogy azt a palackot jónak tartjuk, vagy abban van bisfenol, vagy pedig nincs, tehát mentes attól. Ez vagy ugye a cetlin van magán, ugye? Legtöbbször a cetlin, vagy a flakonnak az alján is láthatjuk. Magán a műanyag, ugye? Magán a műanyag flakonon is van ez a szám. Igen. A problémát az jelenti, hogy látszólag azt gondolnánk, hogy minél szilárdabb egy palack, tudjátok, vannak ezek az egészen kemény szilárd üdítős palackok, annál jobb és annál stabilabb, de nem, sajnos fordítva van. A szilárd kemény palackokban lehet ez a BPA nevű vegyület, de ez is kérdéses, ugye mondom, a számtól függ, az egyes szám a PET palackot nincs benne. Viszont, hogyha más számot látunk, tehát ilyen szilárd palackokon, és főleg például kerékpárosok, sportolók visznek magukkal a műanyag palackokat, és abban tárolnak különböző üdítőket. Most azok jó részénél bizony, a sport flakonoknál bizony benne lehet ez a bisphenol A nevű vegyület. Hát de pár óra alatt is ki tud belőle oldódni? Igen. Óránként mérik az oldódást, tehát volt egy ilyen kutatás, de ezek nagyon kis mennyiségük, tehát nanogramokról beszélünk. A hő és fényhatások ezt elősegítik? Ezt így az van. Oldódás, vagy kioldódás még jobban? Így van, erről is szeretem volna beszélni, és jó is, hogy kérdezed, Jani, mert ha forró vizet töltök egy műanyag PET palackba, akkor sokkal több műanyag, vagy bisphenol A oldódik ki, és antimon, mint hogyha hideg vizet töltök bele. Tehát úgy tűnik, hogy azt kell javasoljuk, hogy meleg forró folyadékot ne töltsünk műanyag flakonba semmiképpen. Ezt csak azért mondom, mert sokan mennek ugye a forrásvizekhez, illetve a gyógyvizekhez, és a forró gyógyvíz tör fel, akkor mennek és töltik a műanyag palackokat, és abba tárolják otthon, és óránként 8-30 nanogram mennyiségű BPA oldódik ki, és minél több órát áll a műanyagban mondjuk a forró ital vagy víz, annál jobban fokozódik ez a kioldódás, az antimon nevű fém is oldódik, tehát minden kevesebbet tároljuk műanyag palackban a vizet. A szénsavas vizeknél is ez a probléma egy picit nagyobb, a szénsavmentes vizeknél nem annyira. Az ásványvizek olyan palackokban vannak, amelyek nem tartalmaznak BPA vegyületet, csak antimon van bennük, de a szakma szerint ez igen kis mennyiség, és nem jelentős. Ez nagyon fontos kioldódás. Kérdés a műanyag palackokkal, hogy az alkohol milyen hatása van, tehát a borok és a pálinkák szállítása a műanyag palackban, az veszélyezteti-e a fogyasztóját? Hát nincs jó hírem, Feri. Azt gondolom, hogy igen, elég agresszív, hogy az alkohol egy agresszív anyag, azért valljuk meg. És azért a borognak is van savtartalma. Fekete ribiszke lénél, tehát különböző gyümölcsleveknél figyelték meg, hogy magasabb a kioldódási arány, ugyanez igaz tehát a borra is. Jó, tehát csak üvegben szállítsuk. Csak üvegben, tehát akkor Ferének is azt javaslott, hogy adott esetben, hogyha megébred egy szép tavaszi napon, és azt gondolja, hogy most neki el kell indulni, és háromszor körbetekelni a velencei tavat, akkor vigye üvegben, csatos üvegben a frissítőt magával a kerékpárjának a kulacstartójába. Igen, mert ráadásul fröccs duplán veszélyes a szénsav és a bor miatt. Jó, de egyébként jó, hogy mondod, a bor. Hát a magyar lakosság hány százaléka fogyasztja a bort, ugye úgy, hogy elindul egy ilyen kis kannába. Igen. És ugye ezek a kemény palackok. Hát én inkább azt mondanám, hogy a dolgok történnek akkor. Azokat is feltüntetik az alján, bocsánat, ez ilyen marmokanáknak is feltüntetik az alján, hogy van-e káros anyagtartalom? Én azt hiszem, hogy kötelező ezt a műanyagra rátenni. De most megfogtatok. Szerintem meghozunk egyet és megnézzük. Megfogtunk. Nem tud válaszolni. De vegyük át akkor a számokat, hogy mit nézem. Mondjuk csak azt, ami jó. Vagy mondjuk azt, ami nem jó, hogy az ember meg tudja jegyezni ezt a néhány számot. Te tényleg veszel ásványvizet, megnézed azt a számot, megtanulod, hogy oké, egyes, tök jó, vihetem, ihatom, azzal nincs baj. Tehát mik a jó számok, amik jót jelentenek? Egyes, kettes, négyes, ötös. Egyes, kettes, négyes, ötös. Tehát a hármas nem. A hármas egyes, kettes, négyes, ötös. Mi nem lehet mindig egyes tenni? Tehát van különbség, hogy az egyes más, mint a kettes? Más, az más anyagból van. Így van. A kettes az például egy nagy sűrűségű polietilén, HDPE jelű, ez rajta is lesz a flakonon. Van a négyes, az egy alacsony sűrűségű polietilén, ugye aki műanyagiparban dolgozik, azt tudja ezeket értelmezni. És az ötös, az a polipropilén, PP.
Tehát azt keresjük akkor a palackon, hogy 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, valahol találjuk meg ezeket a számokat. Abban nem oldódik semmi akkor. Így van, de az 1-esnél, amiről beszéltünk, legtöbb esetben ugye 1-esről beszélünk, tehát PET palackról beszélünk. Ilyen esetekben, ahogy beszéltük, a savas és a forró italokat kerüljük, ott a hideg és főleg szénsavmentes dolgok azok reálisak, tehát egy PET palack az úgy mondjuk, hogy jó, de ilyen feltételek mellett. Az de akkor mi van a szénsavas vizekkel, amik 1-esben vannak? Ott egy picit nagyobb a beoldódási esély, de határérték alatt van, mielőtt még valaki jelezné felénk, tehát határérték alatt van, de a mennyiség, amennyi kioldódik, mondjuk az antimon, illetve a hát itt csak antimonról beszélünk, bocsánat, mert a BPA nincs a PET palackban, tehát csak antimonról beszélünk, az egy picit nagyobb a szénsavas italoknál, meg ugye, ahogy mondtam, a gyümölcsitaloknál is. Jó, én ehhez nem értek, csak kérdezem, hogy a határérték alatt van, az jó. Ugye egy üvegre ki van számolva, hogy mi a határérték, tehát az ember abból többet iszik, akkor a sok pici határérték azért az ő egy szem szervezetében összeadódhat. Ez ugyanúgy, igen, mint az elszámok esetében. Hát nem? Itt kezdődik a szakmai vita. Aha. Mert attól, mert egy italban határérték alatt van egy bizonyos fém, ami ugye feltételezhetően belenyúlhat mondjuk a bizonyos folyamatok, mondjuk rákkeltő lehet nagyobb mennyiségben. Itt jön a szakma. A szakma egy része, jó része azt mondja, hogy ezzel nem kell foglalkozni, ez határérték alatt van. Más része azt mondja, hogy ezzel kell foglalkozni, mert koktél hatás jön létre, mert ugye a körülöttünk számos hasonló vegyület van, ezekkel együtt reagál. Máskülönben, amikor lecserélték az aszbeszt fékbetéteket az autóknál, olyan új fékbetétek vannak már a kocsikban, amelyek antimon tartalmaznak, tehát lényegében a légkörbe az aszbeszt után antimon kerül, tehát most a nagyvárosokban, ahol mondjuk forgalmas helyeken vagyunk, ott az antimon tartalom a levegőben nagyobb, és pont a gyerekeknek ugye a szintjén, ahol ők ugye a belélegzik a levegőt, ott az antimon szint a levegőben is nagyobb, és a szakma azt mondja, hogy igazából a levegőben is van antimon, nem csak a palackban, ezek ugye összehatódhatnak. Ezzel egyesek szerint foglalkozni kell, mások szerint kevésbé. Nem tudom, megnyugtató azért. Mi helyzet a cumis üvegekkel például? Ugye gyerek mikróba tesszük, megmelegítjük, tejet, tápszert, hát azért ezt nagyon sokan csinálja. Volt ebből gond, és meg is szellőztették. Ugye Kanada, és azt hiszem Dánia indította el ezt a folyamatot, majd csatlakoztak hozzá mások is, most már az Európai Unió is. Úgyhogy sok évvel ezelőtti cumis üvegekben még sajnos volt BPA nevű vegyület. Most már olyan termékek vannak forgalomban, olyan cumis üvegek, amelyekben nincs biszfenol A vegyület, tehát itt is egy pozitív folyamat indult el. Tehát ezekben lehet akkor melegíteni, vagy ezek nem károsak, ha melegítünk? Most már azt mondjuk, hogy nem károsak, de a számokat megvallom, hogy le kell ellenőrizni, tehát még egyszer mondom, hogy az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 3-as és 7-es, az nem jó, ezt azért muszáj elmondani, tudom, hogy ez most nehogy kavarodást okozzon, tehát 3-as és 7-es, tehát hogyha cumis üvegen vagy 3-ast vagy 7-est látunk, akkor azt nem. Hát azért nem lehet forgalomba. A következő a mikrózható edények. Ugye ott alapvetően azért tesszük a mikrohullámú sütőbe, hogy melegítsünk. Tehát ott eleve hő fogja érni a műanyagot is. És itt vigyázzunk, tehát mindig, amikor mikrózható edénytől műanyag edényt vásárolunk, akkor a számot nézzük meg. És azokkal az edényekkel mi helyzet, amit az ember mondjuk ilyen ételfutár cégektől vásárol? Azok is ilyen ugye műanyag edények. És ez mondjátok, nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. Gábor, hogy ez a dolgom, ezért vagyok itt. Ez nagyon jó. Hogy ezt is ugye beteszi az ember a mikróba, megmelegszik benne az étel, de itt is hallani azért, hogy olyan dolgok idézőjesen áznak ki ezekből az edényekből, amik nem arra lettek kitalálva azért, hogy hő érje őket. Nem érdemes áttenni egy tányérba? Igen, nem szeretnék egy céget sem bántani. Egyrészt érdemes leinformálni a céget, szerintem szabad kérdezni. Abszolút, ha nem örül a kérdésnek a cég, akkor nem biztos, hogy szóba állok vele. Ma már olyan világban élünk, hogy kell kérdezni, és muszáj válaszolni is. Másrészt, amikor megkapom az élelmiszert, átteszem egy porcelán, vagy nem tudom, zománcozott tányérba, edénybe. Szóval a lényeg az, hogy amilyen hamar csak lehet, a műanyagot kerüljük. Főleg melegítés során. Uh-huh. Tehát, hogy nem jó akkor, hogy abból bedobom mikróba, melegítem, tűzforró lesz, mert ott itt szépen oldódhatnak ki dolgok. Az ételkiszállításnál pont az a helyzet, hogy forrón érkezik az étel. Tehát ott valószínű már egy, nem tudom, 30-40-50 perce benne van a forró étel a műanyagba. Tehát nem szerencsés. Menekülünk, nem? A műanyagtól. De ott át is adják a műanyaggal együtt, és aztán visszaadom. Hát vagy hidegen megrendeled, vagy egy napra előre megrendeled, vagy melegen hozzák, attól függ, igen. Most nem a klasszikus ételhordót mondta a Balázs, hanem az ételcégek úgy szállítanak. Tudod, ezeket a fehér lefóliázott tálkákat, amiket te megfogsz, bedobod a mikróba, megmelegíted, lehúzod róla a fóliát, és akár új távol megeszed. Kíváncsi vagyok rá, meg kéne nézni, hogy
egyetem van-e rajtuk szám, milyen szám van rajtuk, illetve a cég figyele arra, hogy olyan göngyölekben szállítsa a forró terméket, ami jó minőségi műanyag. Hát, ha ez a műsor is segít abban, hogy ez ebben változás történik. Nem most egyet megnézni. Kérdezik például még a ballonos vizet, arra ugyanúgy rá kell írni. Tudod, van ez a munkahelyenek az 5 liter, 10 liter, 20 literes nagy ballonos vizek. Hát ezek igen, most már nagyon sok helyen vannak, hogy ott is számot érdemes nézni. Egy műanyaggyártó köteles ráírni a termékére, hogy ez az milyen anyagból készült. Ezt a fogyasztónak tudnia kell. De itt is, amit hoztam nektek, különböző ásványvizeket, kis is rajta van, egyébként mindegyiken itt van rajta. Találtok magán a címkén, és magán a flakonnak az alján, az alján vagy a legalján, vagy az alsó peremén találtok egy háromszöget, és abban egy számot. Igen. Az rendes, hogy nem akarsz minket megmérgezni 0-1-es egyet. Van, köszönjük. Köszönjük szépen. Jó arc vagy, köszönjük. Megnézem a másikat is. Az is egyes. Rendes gyerek vagy. Köszönöm. Nem mérgezel minket, igyekeztem. Egyes hozott. Rendes, én megnéztem, mit a vásároltam most, igen. Igen. Nem, az hármasokat hozta volna, mert volt belőle otthon, és ilyen fogy. Egyébként azért is volt ezzel a témával foglalkozni, mert nézzétek, mi az élelmiszerekkel foglalkoztunk eddig, de azzal nem foglalkoztunk, hogy mibe tároljuk. És látjátok, hogy nem csak az számít, hogy mit eszünk, hanem hogy mibe rakjuk. De annyi mindenre figyelni kell a mai világban. Figyelj, szokott olyan lenni, hogy így nem tudsz kompromisszum nélkül megcsinálni egy ebédet vagy egy vacsát, és azt mondod, hogy inkább hagyjuk a francba az egészet. Hát én ma például nyersnapot tartok, de annak nem azért tartom a nyersnapot, mert hogy már nincs mit ennem, hanem kompromisszumok nélkül is lehet ételt csinálni. Azért megvallom, hogy előfordul, hogy kompromisszumokat kötök, de ez ennek is van határa. Tehát nekem a kompromisszumok terén is vannak a kompromisszummentesség. De az a baj, hogy sokszor tényleg azért, valójában őszintén időben, energiában tényleg annyit kellene belefetszölni, hogy mondjuk egy pörgősebb életet élő ember, családfő számára azért ez nem egyszerű dolog. Odafigyelni a műanyagra, odafigyelni arra. Szerintem ez szokássá válik. Ez egy idő után megszokod. Ez megy zsigerből egy idő után. Egy idő után zsigerből megy tényleg. Tehát, hogy egyszerűen fogod, megfordítod, egyes tudod, vagy azt a típust veszed mindig, mert azt tudod, hogy egyes. Tehát, hogy az elején baromi nehéz átállni, de utána szerintem ez olyan, mint megszokássá válik. Igen, az olyan, mint az elszámok kérdése, hogy amikor az elszámokról szóló előadásaimat elkezdtem, akkor az emberek szinte fejveszve menekültek, hogy fogom én ezt megjegyezni, és most már az emberek fejbe benne van az a 4-5 elszám, amit már figyelnek és néznek, és nem okoz semmilyen lelki bajt, hogy ezt megjegyezték. Annyi minden elfér a fejünkben, legalább akkor pozitív dolgokkal. Na mi egy kompromisszum nála, tessék? Tehát elfogyott a barna rizs, akkor belemész egy jázmérisbe? Vagy nem, arról szó nincs. Szó nincs, nem, tehát nem. Mondjuk, jázmérisbe nem vennél a szára? Kicsit azért egyszerűen. Távozz tőlem. Volt egy-két helyen, ahol ettem jázmérist, de vagy inkább kevesebbet, vagy inkább csak udvariasságból egy kis kanállal leszettem belőle. Hát, ja, megint oda akarok bújni hozzád ilyenkor, megölelgetnélek, mikor udvariasságban. Udvariasság, vagy egy kanál jázmérist, hát most mindjárt megölellek. Na azt gondolom, hogy az emberek, tehát az udvariasság gesztusa fontosabb, mint maga az étel. Ja, mire szeretne. Viszont ma kötöttem egy kompromisszumot, mert kandírozott gyömbért tettem az áfonya mellé. Hihetetlen. És ugye a kandírozott gyömbérben egy kis cukor azért van. Kezdesz bűnösen élni. Nem tetszik ez. Hát Hova vezet ez az út? Vizet prédikál, és ilyen kandírozott cuccokat szabák közben. Hihetetlen. Mekkora csalódás ez nekem. Viszont az áfonya tisztító hatása miatt nem tartottam annyira ennek a cukornak a hatásától. Hát a bocsánat, csak azért csapkodjuk az asztalt, hogy újra sztereóba szóljunk. Na, de akkor már mi volt a reggeli, rákérdezek, hogy mivel bűnöztél ma, meg mi ez a nyers nap, beszélj erről egy kicsit. Nyers napozom, ez azt jelenti, hogy gyümölcs, tehát délelőtt gyümölcs, délután pedig nyers zöldségeket fogyasztok. És dióval, illetve hát olajos magvakkal fogyasztom, illetve nyerséket is készítek, mondjuk zöld tormixot készítek. Mm-hmm. Tehát úgy, hogy bemész egy gyorsítom, és mondod, hogy kérsz egy séket, meg egy asztalt, így? Jézus! Hát áfonya, alma, egy kis banán. Lehet, hogy itt meg fogtok szólni, mert a banán ugye az egy déli gyümölcs, és hát nem minden. Mondani, hát kicsit, igen, kicsit azért most várom, hogy vége legyen a megszólásnak, hogy erről a banáról még itt kint a folyosón beszélgessünk, hogy fej vagy Gyomor Gábor, ez a banán, ez nem tudok neked megbocsátani. Nem, mi a baj a banánnal? Déli gyümölcs. Tele van káliumban. Nem, igazából például az nem baj, hanem ugye fölvetődik, hogy mesterségesen érlelik, hogy DDT-t találtak benne egyebek, és időnként az előadásokon rossz szemmel néznek rám, hogyha banánt mondom, de itt egy pici megalkovás van nekem belefér. Na, ilyen előadásokra én már nem akarok elmenni, ahol már azt mondod, hogy banán is milyen. Egyébként a hallgatóink között vannak. Volt egy-két, nem tudom, nem szeret narancs.
Tudod, az anyukák ülnek az első sorban. És felállnak mellőled, és elülnek máshova. Tudod, és ott maradsz egyedül. Mi jó, jó, csak egy szeletbanám volt. Udvariasságból fogadtam. Na jó, jó, akkor kimegyek. De megetem hozzá 10 g fényt. Na jó, akkor visszaülünk. Tehát vannak banán érlelő helyek például Magyarországon, ahol egy gázzal ezeket... tehát a külföldről hozott banánt lefújják. Tehát van ismerőseknek banán érlelője van például. Igen, de nem... Nem jó a gáz, amivel lefújják? De hogy etilénnel érlelik, az igen. Etilén az segíti ugye az érést, olyan szabályozott légtérben tartják, hogy a banán gyorsabban érik, de nem visznek bele a banánba idegen anyagot. Uh-huh. Hogyha mondjuk egy zacskóba, egy zárt, lezárt zacskóba betesztek mondjuk banánt, vagy almát, egy idő után beleszagoltok ebbe a zacskóba, akkor etilént fogtok érezni, mert termeli a gyümölcs. Egy idő után elkezd gyorsabban érni a zacskóba, lezárt zacskóba tett banán, és sokkal gyorsabban érik így, mint hogyha kint hagyod a konyha kredencen. Ez azért van, mert az általa termelt etilént megérleli a zárt térben. Ugyanezt csinálja az ipar is. Csak mesterségesen. A mesterséges érlelés nem visz be idegen anyagot, a hátrány az, hogy a terméket igazán sok fény nem éri, a vitamin tartalma ugye más, tehát nem az a nagyon természetes gyümölcs, mint nekem csak azt mondja, kálium van benne, mert a gyereknek káliumot kell lennie. Eheti a banánt? Van benne kálium? Van kálium. Banánban, igen. Na. Nagyon jó. Paradicsomban, banánban, krumpliban van kálium. Most a paradicsomról olvastam pont, hogyha beteszed a hűtőbe, az azért nem jó, és a legtöbb ember hűtőben tárolja, mert hogy van az ízért felelős valamilyen vegyület, ami a hideg hatására megszűnik működni. Ha viszont kint hagyod a szabadban a paradicsomot, mondjuk ott a mosogató mellett, semmi baj nem lesz, nyilván nem hónapokig, és folyamatosan termelődik ez a vegyület benne, ami azért felel, hogy jobb legyen az íze. És kipróbáltam, és tényleg működik. Egy hűtőben tartott paradicsomot összehasonlítasz a szabadban tartott paradicsommal. Úgy, hogy az asztalon tartod, mint tudom én, az almát. Jobb íze van a paradicsomnak. Micsoda tudományos kutatás. Én ezeket elolvasom, mondom, kipróbálom, és tényleg más az íze. Hát évek közül kipróbáltam, én számtalanszor tapasztaltam, hogy az asztalod úgy néz ki, mint egy ilyen gyümölcsérlelő, gyakorlatilag hetekre oda vannak. Lerakom mindenféle termékek. Az a baj, hogy jöttek az annál, és azonnal besöpörtök mindent a kukába, nem tudjátok, hogy épp egy tudományos kísérletet. Valójában egy kísérlet. Egy tudományos kísérletet folytatok az asztalon, hogy jöttök, rendet raktok, soha nem találok semmit, Gábor, nem tud meg milyen. Hát te megőrülnél. Minden érte? Átmászik az asztaláról, az ennyi, aztán már kénytelenek vagyunk kidobni, miután annával együtt lefogjuk. Hogy tudtok a paradicsomhoz is hozzányúlni? Hát megölik itt a tudományos kísérletezést. Na, ez a csak kis, mondom. Itt egy kicsi félig megrágott kis kifli van. Messze még a vége az adásnak. Ó, hát kell neki a szépen más is. 10 órakor gyere visszanézni. De teljes örlésű. Jó, van, tehát még egyszer a számok akkor, ami jó, 1-es, 3-as, 7-es. Ugye? Ezt kell figyelni. És meg kell még tőlem kérdezni, Balázs, hogy ennek a bisphenol A-nak milyen hatása van, és főleg gyerekekre. Hát gondolom, hogy a gyerekeknél nyilván biztos valamilyen hiperérzékenységet vált ki, vagy hiperaktivitást viselkedés. A gyerekekre általában minden vegyület így hat, nem? Igen, itt enyhe hormonhatást tartunk. Is. Uh-huh. Tehát 14 éves korig ugye figyelünk a műanyagra, utána is, csak a felnőtt szervezete viszonylag könnyebben bontja ezt a vegyületet, tehát ezt a BPA nevű vegyületet. A gyerekek hormonháztartását befolyásolhatja, fejlődési rendellenességet okozhat, egyes esetekben daganatképződést okozhat, elhízást, korai nemi érést, meddőséget és cukorbetegséget. Nem mindenkinél mindent, egyáltalán nem biztos, de a szakma egyes kutatásai szerint ezt okozhatja, ezért várandós anyukáknál, gyerekeknél figyelünk a műanyagra. Jobban. Hát, Gábor, köszönjük szépen. Az biztos, hogy te semmit nem szedsz, hogy ezt valamiben olyan anyagok vannak, még hiperaktivitást keltenek az emberben. Kérdezni is akartam, mivel szedálod magad rendszeresen, zsoltárokkal? Igen, egyébként ez így egy van. Ez szó szerint így van. Egyébként én üvegben tartok szinte mindent, nagy üvegeink vannak, és abba töltök át mindenfélét. Reggel bekeverjük a tisztított csapvizet, üvegbe, nagy két literes üvegbe. Jó, csak bekeverjük a tisztított csapvizet, az mi, hogy a tisztított csapvizet keversz egy kis ásványvizet? Így van, amiről múlt héten beszélt. Igen, hogy nem iszol csak sima tisztított vizet, hanem kevered egy kicsit. Így van, egy picit. Hát, azzal is elmegy a reggel. Csak mondom, egyébként, hogy Hannibal Lecter is néhány dolgot üvegekben tartott egy lezárt raktárban, ugye láttuk a Bárányok hallgatnak című filmmel, lehet, hogy Gábornak is egy-két ellenfele. A szakmából is úgy végezte, hogy üvegben tárolják bent a stelázsit. Azért egyszer úgy elmennék hozzád, amikor neked szülinapid van, és egy ilyen meglepi partid van, vagy egy ilyen bogrács parti nálatok, vagy úgy, amikor úgy kirúgtok a hámból. És viszelnek egy hatalmas puncs tortát. Amikor egy ellentes, gyere át, mert a Tóth Gáborék buliznak. Igen. És én úgy átmennék oda, hogy megérkeznék, úgy vinném, amit én úgy gondolok egy ilyen buliba, hogy hoznám, hogy leülnék közétek, hogy mennyi idő alatt közösítenétek ki engem, mennyire lennék magányos egy ilyen bulin, hogy gyere, Gáborral buli.
egyáltalán nem. Időnként barbecue-zunk, és kitűnő padlizsánok sülnek ilyenkor. Oh, még valaki egy kis csicsóka sűrítmény. Jaj, Gábor, én már annyira tele nem vagy. Nem szólnak át a szomszédok, hogy túl nagy az igen. A család megértő velem, illetve velünk, mert ugye a mi rokonságunkban nem mindenki táplálkozik így. Egyébként kápia paprikát szoktunk lesütni, az a desszert. Na most leteszem a fülest és oda bújja. Ezt nem bírom ki, hogy ne bújjak. Egyébként oda. Egy picit meg is, karamellizálódik a kápia paprika, egyszer, egyszer hoznék nektek. És 10 órakor mindig szigorúan befejezitek a bulikat, de azért még 9 óra 56-kor belaktuk egy számot a Jézus Krisztus szupersztárból, ugye? nem, mást hallgatunk. Durva. Nagyon, tényleg minden megölelgetlek megint. Jól van, Gábor, köszönjük szépen. Jövő héten vagy véget értek a táborok, leszel? Véget értek a táborok, kőkemény munka van. És az őszi táborokkal, meg a téli táborokkal. Igaz, hogy a táboráink most már téliesítettekké válnak, de igen, ez még szervezés alatt. Hát őszintén szólva, inkább ilyenkor ősszel télen folynak a sorozatok a városban, az országban, kőkeményen. Viszont azt hiszem, hogy mi jövő héten nem vagyunk, mármint legalábbis nem vagyunk Pesten, ha minden igaz. Erről majd később úgyis tájékoztatjuk a hallgatóinkat. Ugye? Jól mondom az jövő hét, úgyhogy... Nem? Péntek, nem? Péntek? Igen. Ezt légy szíves gondoljátok most. Leszünk szerintem. Leszünk sütő. Jó, meghülyék, megpróbáltam megszabadulni. Ja. Nem veszitek a lapot. Itt lényeg az, hogy van esélye, hogy leszünk, van esélye, hogy nem. Igen, vagyunk nem elnéztem egy napot, vagyunk. Gábor, örülök, szakítani akar veled. Viszont jövő héten is izgalmas témánk lesz, hogyha hallgatók is velünk tartanak. Ha lesz, igen. Bizonyám. Mondjuk el, hogy micsoda, mert már készültünk, egyeztettünk már a jövő héten. A térfogat és a felület, az élelmiszerek miért lesznek nagyobbak? Hát lesz, elviszem. És milyen új titkok és módszerek vannak arra nézve, hogy a minőségi alapanyagokat kicseréljék, vagy megnöveljék a térfogatát. Izgalmas téma. Bizony. Térfogat felület. Hát nektek ezt még emészteni kell, mi tudjuk Gáborral, hogy már mire készülünk. A gasztropszichológusok azt mondják, tehát van egy ilyen tudományág, hogy táplálkozás lélektan, nem tudom, ismeritek ezt a tudományt, biztos. A táplálkozás lélektan a foglalkozók tudják, hogy a fogyasztó szeme alapján ítél, amit lát. A nagyobb térfogatú kenyér jobban fogy, mint a kisebb térfogatú azonos tömeg mellett. És innentől kezdve határa csillagoség megindult egy olyan térfogat növelés az iparban, mindenféle terméknél, aminek nem tudjuk, hogy ki fog határt szabni. Na jó, én elhiszek egy pár lúgos vize. Oké, Gábor, imádunk, szeretünk, köszönjük szépen. Jönnek a hírek, mi pedig a hármas ugrással folytatjuk a hírek után. 9 perc, szóval pontosan 9 óra, hello mindenkinek. Jó reggelt, drága Morning Show hallgatók, hát kicsit komolyabb volt a témánk, reméljük nem baj, csütörtökön mi ugye mindig, ami Gáborunkkal beszélgetünk, szerintem egyébként nagyon hasznos dolgokról. Az esőben ezt egy picit talán sok volt. Nem is azt mondom, hogy sok volt, hanem ugye még az ember az időjárás is húzza, de hát ettől persze egy rohadt nem maradhat, csak kinéztem, és tényleg elszomorodtam. Ez egy szörnyű idő van. Ne, tök jó, hát ez egy ilyen november borzasztó elejé időjárás, a hőmérséklet mondjuk nem rossz, de ez az összefüggő felhőréteg és ez a szakadó eső, hát ez nem sok jóval kecsegtet. De mondjuk bennem ennyi lúg még az életben nem volt, mint amennyit most ittam. És ez egy picit kompenzál. És a hallgatók is tökre lecsaptak erre a nyers napra, van, aki tatárbifteket eszik ma egész nap, van, aki füstölt nyers lazacot. És többen nagyon nyersen fogalmaznak. Tudjátok, gyerekek, ez az én küldetésem, ez a rovat. Ha három emberhez eljut, már jók vagyunk. Én is olvasom. Gábor, nem mondd már, Balázs, csinálj valamit, egy ilyen reggelivel az ajtóig se jutnék. Feri, csinálj valamit, egy ilyen reggelivel az ajtóig se jutnék el. Jelez légy, gyerekek, hogy legközelebb mikor mész el a Gábornak az egyik előadására, én is ott leszek valahol a hátsó sorban, vagy fönt a zsőjében. Én imádom. És én látni akarom azt a pillanatot, amikor a Gábor annyit mondta, hogy köszönöm a figyelmüket, találkozunk a jövő héten. És valaki felpattan az első sorban, nagyon jól fésült, nagyon jól öltözött, és helyen! Ez az! És én leszek. És ezt leszek. Imádom. Én csomószor, mi beszélgetünk egyébként, hívom, hogy mivel készüljünk, témákat adok neked. Nagyon jó. Jaj, de jó. Nem is gondoltam erre. Nagyon tetszik. Imádom. Én vele nagyon sokat beszélgetek. Lesz ebből még közös buli, majd meglásd. Jövő nyáron ott fogsz. Kicsit várom már, hogy meghívjon a kerti partijára. Hát. Én kedvelem. Egy igazi analóg srác ebben a digitális világban, ahogy szoktam mondani. Ő egy régi vágású fiú. Én annyira örülnék neki. Tudom, hogy erre nagyon pici az esély. De hogy valahol neki van egy működő grindcore zenekarja, aminek az a neve, hogy Elkiller, és folyamatosan tolják valahol egy Total Metal klubban.
érted, minden csütörtökön, este 10-től, és csak figyelj, mutass egészséges egy... nyersételekről írnak szövegeket. Mutass még egy kereskedelmi rádiótól, reggel ilyen dolgokról beszélgetnek. Ilyen azért nincs. Ez nem divat. Hát, nem. Hát mindenhol mindig megy a röhögés. Nálunk is egyébként a műsor alapattitűdje ez. De hát, azt mondom, hogy néha azért egy ilyen bele kell, hogy férjen. Picit tehát, sajnálom, hogy időnként azért látom, olvasom, hogy valaki csak azokra a részekre koncentrál, és azt mondja, hogy nálunk csak az megy. Nem. Igen, nem, nem csak az megy, persze. Igen. Budai rakparton már a sor vége a Mozaik utcánál, te jó Isten, nagyon-nagyon lassan lehet ott is menni. Egér út, az M7-es befelé elesett, az üzletközpontoktól áll, ablakos Sanyi küldte ezt. Nekünk köszönjük szépen, köszönjük szépen, Jézusom, még ha direkt... Ez nagyon jó volt. Még ha, direkt mondtam volt. Hey. Jézusom, esküszöm, nem direkt. Köcsögöm széken. Ez már azért kinőttem egy 15 év. Azt mondja, hogy az M1-es 43-os kilométerénél történt egy baleset, és Győr felé elég nagy a torlódás. Áll a sor, ezt Milán küldte nekünk. Köszönjük szépen. Métaút elesett, szintén hatalmas dugóra üzeni Vipera 75. M3-as 205-ös kilométernél Budapest felé van egy trafi. És igen, hát nagyjából ennyi. Itt van a játékosunk, akivel hármasugrást játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Tessék csak, hogy milyen SMS-ek jönnek. Balázs, a kolléganőmmel rászoktuk az apkására, a ti hatásotokra, és imádjuk. Ezt és Szilvi. Egyetek sokat, kedves egészségetek. Egy csinos kolléganőm kedvéért én is bármire képes vagyok. Ők az én zabot is. Ők az én zabbarátnőim. Igen. Vannak zabbarátaim és zabbarátnőim. A zabklub. A zabklub. Mi vagyunk a zabklub. Igen. Már hárman vagyunk benne. Eszti, Szilvi és én. Igen. És minden reggel gyűlünk a zabklub. Ma tényleg ma kimaradt egyébként. Aha. Nekem is hiányzott marhára, hogy ezt a ízét nem eszed itt előttünk. Na nem, nem baj, gyerekek. Megkínálhatok egy kis lúgos vízzel? Hogy kompenzál? Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, tudok. Jenő, hello Jenő. Szia. Sziasztok. Honnan Jenő. Beszélsz a múltból? Nagyon. Nem, vagy esik az eső? Esik az eső, igen, és utcán vagyok. Merre vagy, Jenő? 13. kerület, Váci. Komolyan mondom, hogy nincs más, csak Lőrinc és a 13. kerület. Hát jó helyek, két jó hely a világ. Hogy komolyan tényleg senki nem tud egyszer a 3. kerületből telefonálni. Mondja, Jenő, mit mondtál? Nem itt lakom, csak itt dolgozok. Dolgozom, mit csinálsz? Rendszergazda vagyok. Hoppá. Hoppácska. Egy olyan dolog, amihez szintén nem értek. Na, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem hát tudni fogja. Srác, az első kérdéshez biztos, hogy menni fog, mert valószínűleg tájékozott, a második is, mert olvasott, és a harmadik is, mert művel. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbalkasztóért. Melyik ország csapata ellen lépett pályára legutóbb a magyar labdarúgó válogatott? Észak-Írország. Így van. Menő. Szép meccsre emlékszik az ember. Csodálatos meccs volt. Szánalmas, nyomorúságos, nem tudok jelzőket találni erre. Lehet, hogy az utolsó is ennek a vezetésnek. Mondanám, hogy sajnálom, de miért hazudjak, nem? Lehet, hogy ő se. Szegény szerintem már ő se sajnálja. Mehetünk tovább, Jenő? Menjünk be. Így szól a második kérdés, dedikált Egér alátétel. Melyik szereplő otthon előtt van kiírva a Mici Mackó című regényben, hogy tilos az A? Melyik ez a szereplő? Malacka. Tudod, van. Tudod, hogy mi ez a tilos az A egyébként? Nem, hát egy szórakozó hely. Volt régen, volt. Nem tudom, hogy van, egy nagyon jó szórakozó hely volt, igen, tilos az A, tényleg. Tilos az átjárás, ugye, ez volt, csak aztán ez letört, hogy történt, és a tilos az A maradt meg belőle. Ez Karinti fordítása egyébként, igen. Az eredeti angol is hasonló volt, csak Malacka váltig állította, hogy az egyik rokonának a neve. Igen. Igen, igen. Na, harmadik kérdés előtt vagyunk, megállsz, és elviszed az egér alátétet, a nyakbalkasztót, vagy megpróbálod a dedikált Morning Show-s órát elvinni? Megpróbálom az órát. Így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Melyik században él Charles Darwin, angol természettudós? Nem kapkodunk. Melyik ez a század? Hát, ezt tippelni fogom, csak szerintem, mert nem tudom. 18. Hogyha. Nem. Hát az 1700-as évek lett volna. Igen, ugye itt az a... necces, hogy a 18 az 1700-as évek, a 19. században az 1800-as évek, tehát az 1800-as az jó rém lett, csak ugye ha századot mond az ember, akkor... Akkor egyet hozzáadni. Egyet hozzá kell adni, igen. Hát... Bum. Így van, bumozzunk egyet, jó? Indulnak okay. Az ajándékcsomagok, tiki-taki. Te szoftverbarát vagy, neked ezt tudnod kell. Neked ezt el kell vinned. Bum! Jaj, de szép íve van! Meglepetésszerűen dobta rá. Na,
Mondjátok, hogy adott. Hát, pedig olyan szépen bizony indult, és azt hittem, de... Egy rendszergazdának muszáj ilyen szoftvert találni. Igen, rohadék ez a szoftver. Egyre rohadékabb, egyre ritkábban ad. Nem. Egyre sajnálom, pedig sajnos nem. Nagyon fájt a fogam. Igen, mi is szeretünk adni pedig. Jenő, nem adott a szoftver, nincsen ajándékcsomag, ne haragudj. Köszönjük a játékot. Oké, köszönöm, sziasztok. Köszi, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc, pontosan 9 óra jönnek a hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 9 óra múlt, 14 perccel, 4:10 lesz 1 perc múlva, 10 óra lesz 46 perc múlva. Így is van. Hát kérem szépen. Gyerekek, mindent elmondtam. Megvilágítottad ezt a témát minden oldalról. És holnap pontosan ugyanennyi lesz, 24 óra múlva. Na? Még na? Jaj, gyerekek. Bele. Ez a Rúzsa Magdi, nagyon szeretem, de ebben az esős időben úgy én is el akarok kicsit múlni. Nem hallgattam, és pont ebbe az időbe illik, de tényleg. Vagy közben mégsem, de hogy nem tudom. De ilyen idő van, amilyen ez a, ennek a dalnak a hangulata. Én nem azért mondom, hogy baj volt, csak hogy ez az idő, most ez a dal, ez az idő, nem? Kicsit ilyen elmúlás jelleggel. Kellett volna választanom valamit Gábor kedvencei közül. Nem is tudjuk, hogy a Gábor milyen zenét hallgat egyébként, ezt megkérdezem. Milyen hallgathat? Hát szerintem ilyen, nem tudom, ilyen egyházi zenéket gondolom. És ezt komolyan mondom, nem tudom. Hát nem hiszem, hogy azért... Szerintem Benjo Unplugged albumokat hallgat. Ének nélkül. Igen. Nem tudom, hogy miket szereted. O templomi orgona zene. Uh-huh. Dupla triangulum albumokat. Jaj, gyerekek, mit tudtok ti a világról, Istenem? Viszonylag sokat. De ha már rá kérdeztél. Hogy komolyan mondom, hogy mit tudtok ti? Hát nem tudtok semmit. Privátok, 600 emberek azonnak kinyílik a bicska. És úgy szerintem, hogy ti már ezt csak így ültök, és akkor tudod egyszer. Mit tudtok, nem tudtok semmit. És nem is tudod, miért mondom, hova. Egyrészt egy égabatlan nagy képű duma, tehát hogy kezdjük itt. Tehát, hogy nyilván, tehát, hogy és másrészt meg az iszonyat lufi, tehát, hogy izé, jó szép. A mondat, ami a legtöbb embert idegesített, de semmiről nem szól. Mit tudtok? Jaj, nem tudtok semmit. Semmit, és ott hagyod őket. De most mire céloztam, hogy mit akarsz ezzel mondani? Vagy most egyáltalán milyen volt ilyen. Jaj, Balázskám, ha tudnád. Tehát nem úgy se tudod, nem tudsz te semmit, és ott álltam 8 évesen a kis kertészgatyámban. És nagyapám, nem volt előzmény a dolognak. Jaj, fiam, mondja nagyapám. Jaj, fiam, ha tudnád. Mit? Á, de úgy se tudod, és elindult, és ott hagyott. Igen. És néztem rá üveges szemekkel, hogy ezt most jól megbeszéltük. Ez most nagyon jó. Bemész a szobába. Óriási vagy. Bemész a szobába, viszonylag jó kedved van, mit tudom, játszottál egy kicsit, a kedvenc ebédedet főzte meg anyukád, mit tudom én, érted, holnap nincsen iskola, bemész a szobába, ott van nagypapi, és kapsz az arcodba egy ilyen a tömény lekezelő, hogy hívják, lekezelő és indokolatlan, hogy hívják ott, rád legyintés, és utána pedig az egész napod már erről fog szólni, a depresszióról. Vajon a nagypapinak megint mi a baja? Megint sajog az a beékelődött lövedék, amit Isonzónál kapott a derekám. Ott foggal kapta még előket. Gondolkodom, csinálok egy mozis rovatot, ezt most komolyan mondom. Minden csütörtökön elmondok két filmet, amit szerintem érdemes megnézni. De csütörtökön már sok lesz, ne? Csütörtökön van váltás. Akkor a filmen. Akkor szerdán csinál inkább. Akkor pénteken. Mert szerdán nincsen rovat. Péntek legyen laza. Jó. Nem csak hangosan gondolkozom, nem akarok, csak most például a Cronenbergnek jön be egy nagyon jó filmje, és is meg akarom nézni. Te csináld meg, de ne mondd azt, hogy kettőt fogsz ajánlani, mert az úgyis, te is tudod, hogy 3 hét után az már csak egy lesz, 4 hét után pedig én hozom. Nem erre gondolok, csak most már nagyon sok jó film jön be, és a David Cronenbergnek jön be most egy filmje, és pont ma van a... Feri, te maradtál. Az egyetlen. David Donner vette. David Ronner vette. Nem, térkép a csillagokhoz, ez a címen. A Tüskevárnak mikor jön ki az új verziója, azt mondjad? Azt nem tudom. Na, tessék. Ez egy a téli berek? De azt nézd meg te sokszor. Azt neked kívánom sokszor. Hát leforgatták pár évvel ezelőtt, és ez még mindig nem megy. Nem mondd már, hogy ez még mindig nem jött ki, dehogy nem. Szerintem azt játszották moziban is, vagy én mire ültem be? Semmi. Átaludtál egy nyarat, Feri, ne törődj vele. Te nem ülnél be. Dehogy nem, hát a Tüskevár már rég lement. Tényleg? Így van, a téli bereket meg most forgatják. Csak várják. Igen, csak várják hozzá a megfelelő időt. Na nézzünk közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy... Jaj, gyerekek.
Gyerekek, nem tudtok ti az a baj, mit tudtok ti az élet nehéz dolgairól, az a baj, hogy semmit. M3-os vezető, 3 kilométeres dugó, ezt Gábor küldte nekünk. Szerintem Pest megyében is esik, mert a lakásban csöpög a víz a plafonból, írja nekünk valaki, az nem jelent jót. Szevasztok, Skacok, Szerémi út befelé elesett a Szabolya parki elágazótól, összefüggő kocsi sor. Andrew Papa üzeni ezt nekünk. Győrben a 83-as bevezetőn a temetőnél van egy trafi. Beteg futár küldte ezt nekünk. Aztán a Nyugatitól a Margit híd felé nagyon lassan halad a forgalom. Jégeres küldte nekünk. Nagyon sír Noémi az Oviban, és otthon is mondogatja, hogy nem akar Oviba menni, rossz helyre fizettük be. Meddig tart a beszoktatás, Balázs? Végtelenül szomorú anyuka kérdezi ezt. Ránk nem nézzél, mi nem tudjuk semmit. Az a baj, hogy mondanám, hogy Balázs, Jani, Feri, de az a baj, nem tudtok semmit. Aha, ja. Eddig tart a beszoktatás, ez szerintem azért erre nincs egy általános szabály. Egy naptól tarthat egy fél évig. Igen. A Feri gyerekei bementek, és intettek hát, egy... mindent, és mondták, hogy ha kaja van, akkor maradunk. Igen, intettek egy könnyű sziát az anyukának, bementek. Ez szerintem gyerekfüggő, hogy szocializálod, mennyit vagy vele, mint hogy a Benivel mi azért ezt picit megszenvedtük. Szerintem nincs recept erre. Hát mindenki, minden gyerek a saját érzékenységétől függően reagál erre, hogy le kell válni egy kicsit. Mennyi? A következmények tarthatnak akár 20-25 évig is. Igen. Nem egy egyszerű élethelyzet. Mi ugyan nem tudunk semmit, de az például nagyon fontos, hogy te hogy viszonyulsz hozzá, anyuka. Tehát ha te magad is ezt így ígyéle. Nem ő. Hát aki írta az SMS-t. Aki írta az SMS-t, hogyha te magad is tragédiának fogod fel a dolgot, és szorongasz emiatt, akkor biztos, hogy még nehezebben fog menni. De ezt én nem én mondom, mert mi nem az értünk baj, hozzá. Az a baj, hogy igen, hogy megint mondok valamit, de hát... Ja. Hát te meséltél egy anyukáról, aki 3-4 évvel még a beszoktatás után egy olyan másfél-két órás sírás közepette tudott még elválni a lányától. Tehát arról azért ott anyuka is. Igen. Erősen, tehát 3-4 év után. Menj még kincsen! 3-4 év után, ugye? Nem baj, majd jövök érted délután. Na menjél be! Gyere vissza, egy kicsit öleld meg anyát! Ahol már anyuka nehezebbé teszi a beszoktatást, mint a gyermek. Úgy nehéz elhitetni a gyerekkel, hogy ez jó hely, és hogy jó lesz neki. Igen. Jaj, na nem. Mi ugyan nem tudunk semmit, úgyhogy nem is a Janit kérdezem, mert te is én sem, tök nem, vagy, mint én. Komolyan én csak annyit tudok, hogy viszont... 2012. október 4-én mutatták be a Tüskevár Magyarországról, amiről beszélt, egy picit lemaradtál a premierről, nem sokára itt a 2 éves évfordulón. Bemutatták, de jó. Nem baj, hagyjuk. Csak, mit is akartál mondani? Azt képzeld fel, és már készült film a Halál 50 órájából is. Tehát, hogy azt megnézném, az már van, azt játszák. Vannak nagyon jó Chaplin filmek, amiket tudnék neked ajánlani, ezt mindenféleképpen nézd meg. És a második hát is a németek bukták. Az speciál, azt tudtam, de abból is van film. Igen. Na szóval, hogy mi ketten tökök vagyunk, de téged kérdezlek. Na. Ma reggel borotválkoztam, vagy hát megnyitom a szakállamat, és hogy itt az államnál, igen. Itt elkezdett nagyon őszülni. Aha. Hogy engem nem zavar így nagyon ez az őség, de olyan hülyén, mert ugye a hajam is már két oldalt, hogy itt érted az államnál olyan hülyén néz ki, mintha egy ilyen, tehát egy vattacukrot ettem volna, és hogy úgy marad. Csak rászáradt a rántás. A rántást sose szoktam megenni, utána eszem meg a léten. Először is mosd meg a szakálladat, mert egy fél görögdínje még rajta van. Igen. Tehát olyan, mint igen? A fehér vattacukrot ennél, hogy elkezdjem festetni. Vagy az rossz, mi? Tehát azt szerintem a festés az ciki. Hát ha már foglalkoztat ez a gondolat, akkor legalább egyszer az agyadon átfutott, hogy nem biztos, hogy annyira ciki. Aha. Nem? Tehát ezen azért így vajutsz kicsit, ahogy látom, hogy ez az most baj, festés, hogy a festés az nem szép. Tehát hogy az így ledobja magáról, hogy ez festve van. Az a baj, hogyha a szakálladat elkezded festetni, de a hajad ősz marad, akkor az leugrik. Aha. Tehát vagy az egészet, vagy ugye semmit szerintem. Aha. Mert ha azt elkezded festetni... Akkor be kéne a hajamat is festeni. Igen. Meg hát ha formára borotválás, mert egyél több ciki dolog felé, hát már... Mondod ezt te. Hát az egy nagyobb formára van vágva. Miért csak lehúzom két oldalt, az na, kép. Azt szerintem az is egy forma. Egy kötök is jó, csak mondom. Nem, Feri. Feri, nem. Ami neked van, az molyolós, azt ismerem. Aha. Azt elvből se csinálnám, igen. Nem akarok rá hasonlítani, de hogy az molyolós. Az molyolós nagyon. Rohadt nehéz azt megcsinálni, amit a Feri megcsinál. Szerintem az már egyfajta piperkötszködés. Te hogy itt ki van így borotválva? Ez rohadt nehéz, hát engem nem tudsz megvezetni. Mutatom így, ide teszem körülbelül ennyi, de tényleg. Hagyd tegyek igazságot ebben a szörnyű vitában, mindkettőtök és szörnyű egyébként. Aha.
Mondod ezt te. Ezt te. Hagyd zárjam rövidre ezt a teljesen felesleges vitát. A fazon, a borotválás, és a, mintha most tettél volna meg egy orosz kézmelegítőt, egy Muffot című körszakál, amit te hordasz. Tehát, hogy tehát valahol a kettőtök között de van. Az arany közé. Amit te vagy. Hát én hány hete nem borotválkoztam, nem én sem vagyok. Csak jól értelmezem, hogy te beszélsz nekünk a Pipert községről. A körszakáról. A körszakáról. Hogy az talán Vágó is felhordott utoljára, illetve van benne valamiben, amit most te hordasz. Nagyjából ez volt. Ez a kicsit belenyírok, fazóra igazítom, ez ilyen Johnny Deppes 2002-ből. Tehát azért mondom, hogy a kettőtök között valahol van az arany középpont. Ha csak a körszakállat nézzük tulajdonképpen. Írd már le, hogy az milyen. Tehát azt mondod, hogy az nem jó. Igen, mert ez egyébként Vágó Istvános. Ez nem jó, mert kicsit van benne, mi a jó? Nem tudom, hát ki amit szeret. Ha így szereted, nincs ezzel baj. Most visszatérve a festése, akarsz, hogy gondolkozol rajtam? Vagy egy palitól az piperkőt, ezen gondolkozol? Igen, hogy az már túlzó az, hogyha az ember ezen elgondolkodik. Na, hogy hát. Tehát nem zavar egyébként, csak így ma, hogy írtam, megnéztem, mondom, itt a hülye két kamacs van. Nem tőlem kérdezi, ugye? Nem tudom, font be ilyen kis cirmosra, és akkor... Aha, okos vagy. De jó. Csinálj belőle ilyen nagy rasta szakállat. De csak így a két lelógót, ugye, ilyen harcsabajusz össze meg, és azt a kettőt fonjam össze. A fene se tudja, hogy mi a jó. Szerintem a hajfestés a palinak, tehát ha egy pali tud méltósággal megöregedni, azt szerintem jobban áll, mint ha elkezd harcolni az idő ellen, és elkezd ilyen kis apró praktikákat, mint a botox, vagy a hajfestés. Tehát amikor ezt látod egy 50-es, 60-as palin, sok közszereplőn egyébként látom, hogy aztán nyilván az ember odaér, akkor máshogy gondolja, és egyszer csak megérzi, hogy lehet, hogy kéne harcolni az idővel. De szerintem egy palinak jól áll, ha ő úgy öregedik meg, hogy ő ezt méltósággal tűri. Egy nő nyilván jobban tiltakozik. Aha. Meg hát ez a trend, hogy ugye minél jobban fiatalnak maradni. Tehát van egy fajta elég erős presszió azért a nőkön is szerintem. De magyar pasik palinak... csinálják ezeket? Tehát, hogy mit tész, szemöldök szedés, hogy jaj, már mekkora lehet. Szerintem egy pali szedi a szemöldökét, az, amíg nincs nagy baj. Hát most, ha nem vagy nagyon ilyen Baumgartneres, az most... Hát, ha nem ér össze elől, most érted, nem fonsz szófot a szemöldököt, szerintem azért az még nem baj. Tehát az szerintem... Hogy hol a határ, ez a kérdés? Mi a határ? A magyar férfiak a festés az véleményes. Az ciki. Nem, dehogy is, nem mondom, hogy ciki. Nem, aha. Most a baromi ősz, és nem szereted, elkezdett festeni, csak az leugrik egy után, lenő, tehát szerintem a festett pali, ha jól látszik a festet. Most akkor lemondod a szemöldök tetoválást, Feri, vagy sem ennek azt már megcsináltattam, nem vetted észre. Nem, mert kis kíváncsiak, hogy a magyar pasik mennyi mindent csinálnak vajon otthon. Tehát, anyuk, jelentsetek már. Hát, megnézhetjük igazából, hogy kinek a párja mit csinál a tükör előtt. Nem tudom, hogy mitől leszel te metrosexuális, hol van az, ahol te még igényes vagy, vagy hol van az, ahol egy pali már mondjuk sokat foglalkozik. Te mikor billentél át? Ennyire fájta, van benne valami. Van benne valami. Csak azért mondom, hogy én meglepődtem rajta, jó, nem lepődtem meg, mert most ugye, amikor már hogy hívják, amikor már itt 10-15 év után azt vett észre, hogy még mindig úgy nézel ki, mint a tablóképer az általános iskolában, akkor elkezdtél növeszteni szőrt az arcodon, de amikor rajtad megjelent először körszakán, hát azért én egy picit meglepődtem rajta. Az még az épluszos időben volt egyébként, igen. Igen. Miközben egyetlen körszakállas ember volt egyébként az E-plusznál, találjátok ki. Szerintem te. Köszönöm szépen. Örülök, hogy legalább ilyen szinten nagy hatással lehettem az imidzsedre. Nem tudom, én most látok itt képeket, például tehát a Batmanre borotvált körszakáll. Az jó! Nagyon jó! Az jó! Az jó ide! Feri, megvan az út. A Batmanre borotvált. Ezt megcsinálom. Most megneveztem és megcsinálom. Ne, Feri, te csontalakú velős csont. Tehát írjanak nekünk női hallgatóink, hogy mit csinál a pali a tükör előtt, vagy a paliuk a tükör előtt. Tehát hol szerintük metrosexuális már a dolog, és hol van az, hogy tényleg többet készül, vagy többet foglalkozik magával. Jézusom, Viki mutatott egy képet, valaki a körszakálába belevágott egy kérdőjelet. Elindul a szája. Jó. Ezek jó. Elindul a szája fölött, kis kihagyás pont a kérdőjel alján. Feri, hát egy csomó új ötletet tudsz. Ja. Igen, forma világában értem, de a színe. Csinálj már egy kérdőjelet a szádra. Azt szerintem azért elég menő. Azt szerintem elég menő. És tessék, egy férfi használ arckrémet. Metrosexuális? Pipere? Nem pipere? Arckrém. Aha. Valóban ezt mondtam, hogy arckrém. Igen. Ezek a szavak hagyták el a számot, és ebben a formában, hogy arckrém. Ja, hogy bekrémezi az arcát? Én is erre gondoltam. Miért? Egyébként... Tök fura. Hát krémezek én mindent az arcomat, ez nem annyira. Hát figyelj,
Szerintem az nem gáz. Az nem gáz. Az arckrém az jó. Azzal most mi a baj? De én csak kérdezem. Csinálod, vagy csak nem kérdezem, csinálod. Hogy egy pali példa kenegeti magát. Tehát a formára szemet, szedett szemöldökkel már én sem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy már én sem, hát jó, mint hogyha én annyira nyitott lennék az ilyen dolgokra. De hogy, hogy az fura, amikor látom egy férfin, hogy a szemöldöke ilyen műgonddal ugyanúgy van szedve, mint egy nőnek. Az, az nekem egy picit sok. Tehát, hogy egy férfinál szerintem belefér egy pici kis fésületlenség, meg egy rendezetlenség. Egy kunkorítás? Na, az egyébként, na, az egy picit már sok. Tehát az egy picit sok. Figyelj, a kor előre haladtával az észreveszi az ember, hogy megindul itt ott a növekedés. Vagy aránytalanul. Mármint a szőrnövekedés a testén. Gyere, amit én mindig mondok, amire nincs mentség, az az orrszőr. Jó? Arra nincs mentség. Azt nem tudom elfogadni reggel. Este nem, igen. Sok mindent, ilyen. Hogy itt kávéztok, esztek, mit esztek, mit isztok, mindenki itt. Próbálja a másikat tolerálni. De az orrszőr az, amire nálam nincs mentség. Az olyan, arra nincs mentség. Jó? Mindent elfogadok. Jó, akkor holnapra levágatom. Egy héten tudom, egyszer... hogy zavar, hogyha tejhabos a vége. Egy héten egyszeri fújdés, bármi, az orrszőr nem. Tessé, arckrém, palinám. Vagy fiatalító krém. Elkezd például a szemránckrémet gondolni. Fiatalító. Hát ilyen szemránckrém például. Fiatal, csak szólok. De csak kérdezem, hogy szemránckrém sok, nem sok? Mert mi rossz egyszer is. Így összedörzsöd a kezed, mangalica zsírra. Megkened, azt megy be. Jó, hát kinek mi van ott? Telítetlen zsírsav csak úgy megy be, apám. Az a jó, így. Kész. Szóval, hogy nem kell. Nem, mit kenjek ezen az arcon? De azt kérdezem, hogy szerintetek mi? Tehát, hogy például egy szemránckrémet elkezd én használni nem tudom, egy mi a férfi. Különbség. Én azt mondom, krém. Tehát, hogy nem minden krém jó arra? Hát, de ezek női krémek? Vagy férfiaknak van ilyen? Te van saját, nincs saját férfi krémek? Nincsen. Én mindig, ami olyan polcon van fönt krém otthon, akkor én ezt elhasználom. Nekem tök mindegy, hogy mi az. De ezt most nagyon komolyan mondom. Tehát, hogy otthon valaki, mit tudom én, van. De mi orvosi vazelin, és akkor fölrakod az arcodra például? Picit, igen, picit utána, hogy hívják volna, utána mindig letépek egy ízét, egy mit tudom én, egy csík WC papírt, és akkor a felesleget letörlöm, miután beszívta. Ugyanúgy bánok vele, mint a Veszko csizmámmal annó. De mindegy, milyen krém, csak bekened az arcodat. Mindegy, tök mindegy. Van különbség. Vannak, mit tudom én, van ilyen egy betadinnal ugye gondolom, állatom. Nem mész el lepekülni. Nem. Fél kiló betadint az arcodban. Betadinnal barnítok. Milyen jó színed van. Mi az a fura arckrém? Jani, a betadinos kedőcsöt fogtad meg. Azért egy szobában leszünk majd kint, akkor azért vigyázzál. Úgy csinálni, hogyha a vényakupólót veszek fel, és nagyon fehérnek találom a dekoltázsomat, akkor betadinnal bebarnítok. Remélem külön szobában leszünk, mert egész éjszaka a betadinos arccal fogsz feküdni. Én meg hintőporozni fogom a kezemet, hogy nem tudom, mit fogok csinálni. Na, tessék, csajok. Palinál szemránckrém sok, nem sok? Nem, egyáltalán nem sok, szerintem nem sok. Használja nyugodtan szemránckrémet? Miért ne használna? Nem csajos? Nem, szerintem egyáltalán nem csajos. Nem. A festés is szerintem akkor ciki, ha le van nőve. Meg hogyha vállalhatatlanra van festve, tehát teljesen természetellenes. Aha. Akkor igen, hogyha teljesen természetes valamivel őt zavarja, tesz érte, hát tegyen érte, ilyen világban élünk. Hát de akkor a festett haj egy paliról leugrik, hogy festett a haja. Nem, hogyha olyan hajfest, én már láttam olyan hajfestéket, és olyan férfit, akinek festve van, teljesen vállalható volt, és ő mondta meg nekem, hogy festve van a haja. És 50 éves. Vézolika? Neki van? Na, ő egy ellen például. Hogy ez egy fekete hajú férfi, aki egyébként a messzen, akkor mindenhol ősz? Na? Érted, mert azért, hát hogy az furán néz azért. Mert akkor utána kell festeni, vagy mindent el kell távolítani, minden felesleges szőrt a testére. Na most itt ezen nagyon jó, amit mondtál, miért az például piperkőc, vagy nem piperkőc, aki csoda? Szőrteleníti magát férfiak közül. Mert körülbelül azon a szinten van szerintem a hajfestés, meg a szemránckrém. Agyisten adja, úgy legyen, vagy a szőrt. Szerintem a hajfestés, meg a szőrtelenítés nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Azért az, hogy te mondjuk higiénikus vagy, és mondjuk a leborotválod, és mondjuk... De hol? Mindenhol? Hát, most nem a combodra gondolok, hanem érzékenyebb test, tájakon, hónajban, stb. Azért az nem ugyanaz, hogy egyből festetet is a hajad, szerintem. Tehát az, nekem is a borotválás azért az egy jobban elfogadott dolog férfiak, nem tudom, a hajfestés szerintem. Tudom, hogy annak ezzel ezért nem akarok neki csalódást okozni. De Isten adta, én elveszem. Igazad van. Illetve leszedem. Jó, oké. Csak hogy akkor az is olyan, te olyan egy, hogy egy teflontál vagy. Egy fürdőszoba és csempe. Bocsánat. Csempe vagy. Trimmel amúgy is nagyobbnak látszik. Juli? A férjemnek a testvére szedi a szemöldökét. Na, a Jani például ki van. De a férjedét? A sajátját is. Olyan szemöldöke van, amilyen nekem soha nem lesz. Nem az. De mi? Svábi András is megirigyeli? Nem, de nem. Ahogy elkezd nőni, rögtön neki esik. És gyönyörűen szedi, és szőrtelenít is. És, hát úgy néz ki, mint egy Adonis. A férjem az kiszedi a köldökszözt, ennyi. Aha, jó, de Svábi András nem szedik, hanem ösvényt vágnak be. Addig örülje, mi csak kiszedi, és nem eszi meg. Mi csinál? Én láttam ilyet.
Fúj, ne! De mi a szősz? Mi teszik meg azon? Ne hülyeskedj már! Kivette, összeböngyölte és megette. Ismerek ilyet, aki arra megy, hogy megeszi. Nem mondd már! Hát most mit csináljuk vele? Nem felgőzölt és madártejbe letette? Szóval visszatérve, hát, Feri, engedd el ezt a hajfestést. Nem ugye? Kell neked ez a szakállfestés, hajfestés, ne. Tessék méltóságra megöregedni. Nem, csak gondolkodtam érted, hogy... Hülye vagy, hogy te vagy a magyar George Clooney. Jaj, de szép lenne. Jó, de gyönyörű vagy. Igen. Gyere vissza, köszönöm. Ez a napmondata. Te vagy a faragója. Ezt még nem hallottam, de ez nagyon jó, ezt felírom, hogy ez minden reggel eszembe jutott. Bejössz, rám nézel és nevetsz egy jó. Hey George. Sármos vagy, így vagy jól, mit festetnél? Anna, mennyi vágni? Jó, ne rosd a helyzetem ezután, a festés után. Ne, itt most gondolom. Ez most tetszett. Én meg a magyar Vin Diesel, nyilván. Sting. Igen. Nem, te a magyar Jason Statham. Te vagy a magyar Jason Statham. Jason Statham kisöccse. Én Kid Diesel vagyok. Hát figyeljetek. Szerintem a nőnek kell megmondania. Mit? Hogy mit csinálja? Igen. Hát neki kell megfelelni otthon, nem? Mondja meg a jó, hogy szed, és akkor azt csinálod, szerintem, amit mond, hát ne legyen már ilyen pacske. Ha ő igényli, akkor szerintem eszem. Szerintem sok nő egyébként igényelni azt, hogy a férje, a barátja, a párja változtasson magán egy picit, vagy jobban odafigyeljen. Csak de, nem meri mondani. De igen, szerintem egy csomó olyan férfi van, aki egyszerűen legyintre kitérdekel, nem számít, hagyjál már, így vagyok jó, így szeres, meg jönnek ezekkel a közhelyekkel. Szerintem egy csomó nő igényelni, hogy egy picit jobban foglalkozna magával a pasia. Ilyen tekintetben. Hogy kurtítson itt-ott, ahol kell, szedje itt-ott, ahol kell, krémezze itt-ott, ahol kell. Tényleg. Ebben lehet valami egyébként, nézzük egy-két SMS-t, igen. Ha nem fér bele a piperet cuccod egy szappantartóba, akkor nagy baj van. Mat ezt máshogy fogalmazott, csak gyorsan át tudtam alakítani. Igen. Nekem van egy haverom, aki 4 hetente cserél alsógatyát a normális 2 hét helyett. Igen. Azt mondja, hogy Feri, ne aggódj, a fiatalkori őszülés nagyon sános. Nehogy elkezd festeni. Tökrő hely, amikor egy pali festi a haját és a szőrét. Öreg anyátok küldte nekünk. Azért a pasiknál se elfogadott az egyvonalba összenőtt burjánzó opuszum szemek. Opuszum szemek. Igen, vagy az opuszum a szemek fölött, ugye? Szóval át... És ha szőkére befestetem... De szőke? Csak a szakállamat így itt. De hajadat is? Nem, csak a szakállat. Na, akkor fogsz nagyon viccesen kinézni. Nincs olyan, nincs olyan festék, amit le lehet mosni, de így ki lehet próbálni. Na, itt csak ezt így kiszőkített. A vízfesték. Egyszer a Majkának volt kiszőkített, hogyha jól emlékszem, valami Starbucks-on. Azt hiszem, hogy vagy egy focistától, vagy pedig egy ökölvívótól kacsintotta le az ötletet, igen, fogalmazunk így. Elég furán néz ki. Aha. Elég furán néz ki. Na jó, van, elengedtem akkor. Na, nekem volt egy barátom, aki több órát töltött készülődése, mint egy hercegnő. Nála volt arckrém, rengeteg ránctalanító, szemöldökszedés, a lábát is szörtenítette, szolárium, hajfestés, és bármi, ami szóba jöhet. Ezt Jócsi küldte nekünk. Azért ez elég kemény, amikor egy pali ilyen... Viszont ápolt, szép. Igen. Csak mondom egyébként, nekem volt egy viszonylag kellemetlen esetem, meg ezt már többször láthatták, akik mondjuk megálltak mellettünk egy piros lámpánál, hogy az, amivel én a számat kenegetem, a szőlőzsír. Mert volt olyan, ugye, az nagyon nagy baj. Figyelj, van egy kis napellemző elől az autón, vagy az anyusüli, sőt, és van benne egy kis tükör. És én nekem időnként kiszokott száradni a szám, és ezért van nálam szőlőzsír. És akkor ott ültem ott magam, és lehajtottam, piros lámpánál látunk, szépen felnyitottam a kis, hogy hívják ott, tükröt, és elkezdtem kenegetni. És leültöttem, amikor jobbra néztem, és ott álltak ott mellettünk, és így nézett. Tehát konkrétan azt hitték, hogy rúzsozom a számat. Fellépésre viszik Vadon Jánost. Igen. Hát adok magamra, ez van. Egyszer olvastam egy cikket. Okos is. Olvastam egy cikket arról, hogy mi van ezekben a szőlőzsírokban, nem mindegyben, tisztelt a kivételnek, nem tudom miért használsz, nyilván nem túl jó minőségűt. És... tudod, hogy hol állunk. Persze, igen. Tudod, jó, nem tudok is semmit. Nyilván nem veszed meg a legdrágábbat, hiszen elég jól ismerik egymást. Nem. Lehet kapni, az a lényeg. valamire rányúlsz, egyet fizet, kettőt kap akció keretein belül. Nem, hogy a szőlőzsír legtöbbében olyan összetevő van, ami nyilván kemikália és nyilván vegyszer, hogy effektíve szájszáradást okoz. És hogyha elkezdesz szőlőzsírt használni, akkor belekerülsz egy ilyen ördögi körbe, hogy egy idő után szárad kened, de hogy folyamatosan kened. És maga a kenés okozza egyébként a száradást.
És megnézték azoknál, akik abba hagyták, hogy egy-két héten belül regenerálódott a bőr egyébként, vagy átváltottak más típusú krémre, mint a teljesen egyszerű körömvirágkrém lett természetes anyagokból, és elmúlt a szájszáradás. Tehát, hogy rengeteg ilyen típusú szőlőzsír van, maga a kenőanyag, vagy bármi, ami a kemikália, ami benne van, az okozza a száradást, és te ugye benne vagy ebben a körben, és folyamatosan kened, állandóan szárad a szád, ugye krémtől szárad. Ha. És amikor bekened egy pillanatra, jobb lesz, de egy óra múlva megint ki van száradva. Ugye ez is egy körforgás, ezért nem kell kemikáliákat, az vagy egyszereket használni. Nem tudok lemondani az ízéről. Mert van a kedvencem, az a Strawberry Princess, és még nem lepődött meg, a múltkor egy impulsz dezodort láttam nálam. És nagyon kellemes íze van. Jézus. És szeretem. És rám mondod, és tényleg te rám mondod, hogy én vagyok metrosexuális, mikor a Strawberry Princess a kedvenced. Reggel, amikor eljövök otthonról, Móni mondja, puszi, pillanat. Jézus, átja úristen. Ő áll a busz megállóban, amikor kifújhatja az ajkait a szél. Érted? Gyerekek, egyébként csak mondom, hogy kb. 40 percet kened a kezedet, már észre se veszed, szőlőzsírral kenegeted a szádat, tehát hogy azért így nekem lenne hova fejlődnöm szemben egyébként. Tehát a Jani kézkenése azért az legendás, hogy 6 órakor elkezded, és 7-8-kor még mindig csak az egyik kezedbe dolgoztat bele a kis a krémecskét, és még jön a másik. De ez egy kis reggeli rituálé. Ezt tudom, igen. Igen. Viszont? Milyen a tapintás a kezemnek? Mint a baba popsi. Ugye, ugye? Mint a baba popsi. Ugye, ugye? Jól van, mutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait, jó? Várunk még közlekedési SMS-eket, mert hogy nagyon sok helyen esik az eső, nagyon sok helyen dugó van, és emiatt egy kicsit lassabb a haladás. Ha valaki lát valamit, akkor nyugodtan küldje el nekünk, vagy akár már Csabinak is. Mondok gyorsan néhányat. M3-as Trafi Nyíregyháza irányában a 153-as kilométernél ezt Kornél küldte nekünk. Budaörsig van visszatorlódva az M1-es és az M7-es. Üzeni nekünk Péter. Szerémi út befelé szintén elesett, a Savoya parki elágazótól összefüggő kocsi sor, Andrew Papa üzente ezt nekünk. Van egy trafink a 83-ason, méghozzá a bevezetőnél, Győrben, a temetőnél, üzeni Betegfutár, és Szentendrei úton felejtette valaki a BMW-t a belső sávban. Sehol senki, alakul a dugó. Jók vagytok, ez pedig Nikó küldte nekünk. 3:40 lesz, 5 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 van pontosan. Kaszásdülő Filatorikát között váltva közlekedik a hév, tehát elkések a melóból, ez B küldte nekünk. Budakeszi úton lassú a haladás, ez is az eső miatt van. Egér út befelé off, az M1-től tele, mindenki csak arra szól, nem nagyon lehet haladni. És köszönöm szépen nagyon a tippeket, igen, a saját vállalkozásomat be fogom indítani egy-két hónapon belül. Keresétek Pesszent Lőrincen a Johnny Beauty Salon. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye szeptember 11-e van, az embernek akarva akaratlanul eszébe jut, hogy mi történt 2001. szeptember 11-én. Arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy van néhány esemény, amiről az ember tudja, hogy hol volt akkor, mit csinált, hogy kapta meg a hírt, és éppen mit csinált. A legtöbb ember erre valahogy emlékszik, nagyon sok hallgatónk írta meg nekünk, hogy igen, ők is pontosan tudják, hogy hol is voltak. És mit csináltak? Aztán vendégünk volt ugye Tóth Gábor, ami drága Gáborunk, olyan érdekes témát hozott újra. Beszélgettünk arról, hogy milyen csomagolásban van az élelmiszer, mi a jó, mi a nem jó, és kielemeztük a műanyag palackokat, vagyis Gábor elmondta nekünk, hogy mit kell figyelni akkor, hogyha például ásványvizet iszunk, mi az, ami jó palack, és nem oldódik bele belőle semmi bele a vízbe, és mi az, ami nem annyira jó, és hát kerülendő. Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Gábor nagyon érdekes dolgokat mondott a morningshow.hu-n, vissza tudjátok hallgatni az egész beszélgetést. Nagyon sokan kérdeznek tőle egyébként e-mailben is, és ezeket igyekszünk, ezeket a kérdéseket továbbítani a Gábornak, igyekszünk mindegyikre megválaszolni. Folyamatosan jönnek, jelölik az embereket. Hogy nem fontos számukra az egészségük? Hello, Csabi, jó reggel. Jó reggel, de ezt a csokit, amit most itt beleharaptál, azt nem ő hozta. Ezt? Vagy ő de ez a negatív példa is? Ja, a negatív példaként hozta. Ez az e-heti téma lett volna, csak a palackokat kicsit részletesebben vettük át, jó volt, és azért erről beszél majd jövő héten, hogy vonják ki az értékes dolgokat. Látjátok-e, de üveges víz. Láttatok mostanában boltokban olyan vizet, amit üvegben lehet megvenni? Én nagyon ritkán. Ettől a cégtől meg nem is láttam ilyet. Na, ugye. Mikor vetted? Nem tudom, az üveget otthon találtam, és megtöltöttem csapvízzel. Azért, na, azért nem mondom, mert ez így ebben a formában nem mindig. Igen.
Mi de hát ez, meg is néztem a feliratot, hogy hát ha esetleg Olaszországból hoztuk, de nem, magyar feliratos. Úgyhogy. És hoztam meglepetést a Janinak, képzeljétek el, mert egyszer biztos nektek is hozok, ha tudom, hogy mire vártok. Te rendes vagy. De a Jani, tudom, hogy egyszer bejöttem egy Black Sabbath pólóba, és a Jani az azt mondta, hogy meg, ha onnan van, ahonnan ez jött. Te jó, hogy nem vártál vele karácsonyig, hát nagyon rendes vagy. Ja, és miért viszont, legbatos ez is? Így viszont ki kell fizetni. Kövögd a gubát szépen, Csabinak. Nagyon szép. Ajcsi? Ajcsi. De rendes vagy. Broker puszi? Azt megtarthatod. Nagyon szépen köszönöm. Te milyen rendes vagy? Mondanám, hogy szép, de hát... Nem szép, tehát nem. Ez de hát ez egy gyerekje nyilván. Ez, az, ez nem arról ez kell az... szólni, hogy szép legyen, ez egy gyerekje. Szép. Gyakorlatilag a szép, igen, egy 75-ös Európa turnénak gyakorlatilag az emblémája fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, Csabi, nagyon rendes vagy. Majd cserébe is fogok kérni valamit egyszer. Valaki lehette? Az én asztalomban ja, volt egy pár napig, ne haragudj, megettem. Igen. Nem, csak koszos volt otthon az asztal, kicsit letöröltem, mielőtt elindultunk. Jól van, hívjuk a naphallgatóját. Gyorsan, ha mondja, hogy Morni ővé az ajándékcsomag. Mit lehet ilyen időben csinálni, gyerekek? Hát, rá lehet hallgatni. Jön a második, úgyhogy nincs ötletem. Te csak aludjál. Előre aludjál. Ki van kapcsolva a forgalomból? Ki van kapcsolva a forgalomból? Átmenetileg ki van kapcsolva? Ne, azóta, amióta megírt az SMS-t egyből. Próbáld újra, Anna. Én elmegyek és ápolom a tájmagyar kapcsolatokat egyébként. Ilyenkor az a legjobb. Egy ki van kapcsolva a forgalomból? Az nem jó az a szám. Gratulálunk. Mi van veled? Biztos? Nézd, egyeztessük a orrainkat. Még egy kicsit hajosz, látom a köldöket. Hát Anna, nem, ott, nem, ott van egy. Nem, nincs egy kettes, hát az nincs. Hát Anna! Mit tudsz te a világról? Hát tényleg, mit hát nem, tudsz hát nem. A telefonszámokról, a telefonról? Sokat hívtam. Anna. Na most próbáljuk. Az nincs. Na hát, ugye? Milyen érdekes. Hát. Szívesen segítek. Csak a dolgot. Igen, ezzel kéne foglalkozni, tudod? Nem azért szakállammal, kis csillag. Köszönjük, kis Istvok. Ó, hello, Balázs Morning Show. Szia, Csabi, Feri, Jani, mindenki itt van. Hello. Stoki, úgy írtál nekünk SMS-t, ugye? Igen, igen. Igen. A vasútról. Igen, igen, igen. Hát te lettél volna a naphallgatója, mert nagyon szellemes volt az SMS. Csak hát gondolom akkor ezt vagy elfelejtetted. Fél hétkor küldted, szerintem lehet, hogy már nem számítottál rá, hogy ezzel te lehetsz a naphallgatója. Hát igen. Nem mondtad, hogy Morning Show. Egyébként meglepő volt. Igen. Azt írtad, hogy nem 10 percet késnek a vonatok, azok a tegnapiak voltak, amik majd beérkeztek. Igen. Együtt érzünk mindenkivel, aki mávval közlekedik, nem lehet könnyű. Hát sajnálom, mert az SMS szellemes volt, te vagy a naphallgatója ettől függetlenül egész nap. Csak... Köszönöm szépen. Bár nem tudunk ajándékcsomagot adni. Ez semmi gond, végül is nem ilyen célból küldtem, csak ismerve a Mávét szolgáltatásait. Te nem a budai vagy? Na, a Kunce. Nem. Nem a Kunce Gábor? Nem. Nem ilyen hangszórót. Te nem a metró hangja vagy? Mondd azt, légy szíves, hogy az ajtók zárodnak, a Deátér következik? Nem, nála jó Isten, tehát elég voltam, amit eddig tapasztaltam a közösségi közlekedésből, igyekszem minél kevesebbet igénybe venni. Meghagyom másoknak. Hát nem hát a kényelmesebben és pontosabban fognak tudni utazni nélkülem. Nem egy könnyű élethelyzet szegények, akik békáviznak, hogy vonatoznak, igen. Jól van, hol hallgatsz minket helyileg, azt még nem kérdeztem. Most éppen Szombathelyen. Szombathelyen, de jó, örülünk. Te Svábi András vagy. Esenyelt hangkorod, de nem vagy, nem próbálkozni szabad. Hagyalok tovább. Nagyon egyenlős, igen. Köszi, hogy minket hallasz. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, Stoki, ciao. Szia. Hello. Fel volt gyorsulva nagyon. Na. Csabi Kám, remek zenét lesznek? Úgy döntöttem, hogy az időjárásnak megfelelő zenét hozok. Tehát nem az, hogy szomorút, hanem pont azért, mert hogy minket nem érdekel az időjárás, mi attól függetlenül jól tudjuk magunkat érezni. És egy nagyon-nagyon régi klasszikust, az Underduct Project-re biztos emlékeztek, ők egy ilyen német-belga vegyes válogatott. Zeneileg nem volt olyan hűde nagyon ütős, de olyan hangulatot hoztak a dalaikkal, és az legelső slágerük a Summer Jam, arra emlékeztek. Hát egy jó kis nyári dal ebben az időben, nem? Egyébként az érdekesség, hogy ők mai napig működnek, és azért ennek a dalnak a sikerén aztán írtak egy Winter Jam-et is. És hát így van még ebben ezért, tehát van még egy ősz, meg egy tavasz, hogy hát ha...
De most a Summer Jam-et hozom, jó? Na, meghallgatjuk. Csabi, jön a kívánságműsorra, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.